uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok, gyerekek! Péntek! Hello! Péntek! Itt a péntek, igen. Az egyik legjobb nap. Az évben, hát az évben is, és a héten is. Úgyhogy péntek van, így van. Mindenki hát, tartson ki. Pláne nem sokára vége. Pláne nekünk, ugye? Eljött az a pillanat, amikor végre közel kerülhetünk egymáshoz. Hát, ennyi biztos, év után. A szó legszorosabb értelmében. Ennyi év után, igen. Mert ugye lesz nekünk egy ilyen kis csapatépítőnk, egy disznóvágással. Egybekötve is, hát ilyenkor, holnap ilyenkor már mindenki... Holnap ilyenkor már mindenki úton van hazafelé. Ne, hogy nem nyőszetődik hát, az ágyában, a véres hurka tulajdogolás miatt. Igen. A disznóülésre, vágásra megyünk, az egész rádió. És hát a csapatot, disznó búcsúztatás, és a csapatot építünk egy kicsit, hogy legyen, úgyhogy jó lesz. Hányra kell leérni, ezt mondja meg nekem valaki. Fél négy. Akkor már kezdődik a buli, azt mondják, úgyhogy háromra, mert átöltözni ugye a fetrengős szedbe. Nem négykor kezdődik? Fél négyre kell leérni, és négykor? Hát három. Fél négyre és négykor, vagy fél háromkor és háromra kell, nem már. Van ilyen szobafoglalás, a többi, az hagyjuk, abban nincs fél óra. Tehát hát az 5 perc. Azért mondom, és hogy arra ráérünk itt. Aki hallja, adja tovább, négykor kezdődik a buli. Segítsetek már, mert tényleg időzavarban szenvedek. Mennyi, hány kilométerre vagyunk körülbelül? Nem kell pontos helyet. 80? Okay. Autópályán? Igen. Autópálya picit lemész, és onnan pár kilométer is ott vagy. Az jó. Hát akkor napig lett egy 3-4 pár kilométer a földúton. Igen. A jelöletlen földúton. Átkezd egy folyón. Kocsival. Igen. A talajvízzel borított földeket. Igen. Szóval, hogy nem mit mutatsz? Aha. Mihez képest? A 64 kilométer. Még 80 sincs. Ó, hát is végig autópálya. Persze, jó. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó hír. Nullásra rá veretek az ötösre, és akkor úgy. De azért ujjál többet. Ilyen többet nem mondok, jó. Á, jó, szóval hogy nem kell nagyon sokat menni, na, egy P3-4-ra lehet fél háromkor elég elindulni. Mi a? Már most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi fogod történni, hogyha ilyen korán találkozunk. Hát ötkor sötét van, tehát muszáj. Kinti a program, másrészt, hogyha egy sertés földolgozás a szóba kerül, azért az nem 5 perc. Tehát ha az lesz a program, hogy nekünk kell mondjuk kolbászt készíteni és egyebeket, akkor azért az idő. Nem, azért azt megnézem majd, egy rajtad kívül ki fog tudni ott kolbászt készíteni. Ma van böllér, van mester, akkor elmondja, hogy mit csinálsz, azt már megy is. És hogyha egy eleget itt áll, akkor pedig nagyon jó vagy benne. Ami másik Ferink például, Kapcsi, Roli. Roli? Na majd ezt figyeld, mennyire kolbászt tudok én. Én nem, amit lehet, én megeszem, állok ott egy poharral a kezembe, és hűlök. Hát nagyjából erre lehet rám számítani, hogy... Nem sok olyan képet fogunk posztolni az Instagramon, ahol például Balázs belet fúj. Tényleg az Instára csinálom majd egy-két fotót tőle. Tényleg, ez jó, el is felejtettem, úgyis nálam lesz a telefonom, akkor az Instára nyomom. Insta beszámoló. Insta beszámoló lesz. Most nem lesz Facebook beszámoló, most Insta beszámoló lesz. Divat még az igazi Bél? Persze. Feri. Normál háztartásban csak az. Ez a műbeles, hagyjál. Fú. Mondjuk szépek, mert ugyanolyan mindegyik, aha, ugye? Tehát azért jól vastag kolbász például, művében, mert ugyanúgy néz ki, de hát azért csak az az igazi. Igen. Bár nyilván bizarr, hogy azt teszed meg önmagába visszatöltött sertéshúst, de jó. Hát most ezzel lehet vitatkozni. Jó. Istenem. Úgy jó. Istenem, gyerekkorom, mert hányszor csodáltam, vagy csodálkoztam rá, amikor bementem így a spájzba, és akkor oda a stelázsira, hogy fel volt szépen rakva két-három, ilyen kis, hogy hívják, konzerves üveg, és akkor abban tárolódott a sós víz. Jaj, Istenem, de szép is. Jó, hát bizarr látvány, de egyébként kinek mi a bizarr? Hát most hát persze, hát érted. Kinek ez, kinek meg a kopilóak, nem? Na, tessék. A saját készítési Starbucks-as kopilóak ráadásul. Jó lesz, az a lényeg, hogy jó lesz. Az jó lesz, azt nézem, hogy... meg vagyok. Hogy érkezés, de volt egy részletesebb program. Most van, itt vagyok, megtaláltam. 15 óra az érkezés. Igen. Welcome ital és falatok, látvány, disznóvágás, disznótoros játékok. De nem, volt egy órára lebontott. Tehát ennél volt egy még részlet, fél óra a szoba elfoglalás, fél négykor köszöntő, négykor, tehát volt egy ilyen is. Amivel még benne voltam, a Heimlich féle műfogás alkalmazás, hánytatás, minden. 15 óra érkezés, a szobák elfoglalása. Erre gondoltam. 15:30 találkozó a rendezvényháznál, welcome falatok és italok.
16 disznóvágás, 17. Na, 16 kell. Malackodás a majorban. 19 óráig, 19.30 disznótoros vacsora, majd buli hajnalig. Aha, na jó. Jó, tehát akkor 4 órára. Jó. Igen, akkor az erősen 16. Tehát ez az a 10 perccel 16 előtt. Jó, ott leszünk, nem csak, hogy nekem pontos, mert én, hogy tudod, betoblőri, hány kilométer, ne késsek, ja. Utána kell késni. 15.30-kor már innot kell. 15.30-kor már... Tehát 16-tól van a program. Jó, hát akkor 15.40, 15.45-re ott vagyunk. Biztos, jó. 16-tól 16-15-ig kést fenn a mester. Igen. Igen. Aki most kell útra, nagyon vigyázzon, én nagyon megcsúsztam, csúszik valami megint, nem tudom, egyik nap tök jól lehet haladni, másik nap nagyon csúszik. Most éjszaka megint valami ráfagyott valamire. Mármint az, hogy mire azt tudjuk az útra, hogy mi azt én sose tudom megállapítani, hogy milyen halmazállapotú, milyen minőségű csapadék, ónos eső, köcitálás, hó, havas eső, nem tudom, de nagyon csúszik az út. Uh-huh. Úgyhogy szerintem most már felrakatom a téli gumit. Már két hónap van már, és mi a felelős időszak. De tudod, most már megúsztam. Most de jó, hogy eddig nem raktam fel, sem értem lett volna, hiszen mit értem, milyen idő van. Aztán bejön majd egy kis ideg, hú, basszus, fel kellett volna rakni. De aztán megint jön a meleg. Aha, most már jó, hogy nem. Ja, most már jó, hogy nem teszem fel, igen. Minden oké, mindenkivel, minden rendben, jól van, minden... Nem, rohadtul nem. Na. Én, aki minden egyes estémet 45 éves koromig azzal töltöttem, hogy lefeküdtem este aludni, és reggel, amikor egyet csöndött az órám, fölkeltem, és soha nem volt olyan, hogy bármire fölkeljek, 2 napot nem tudok aludni, mert a béka megfázott, és a hátán alszik, és gyerekek, egy nő horkol mellette. Egy nő. Tegyél ruhacsipeszt az órára. Az a megoldás. Mondjatok valamit. Ma hajnali 3-kor megébredte erre, és nem tudok vissza. Na és milyen kelni éjszaka? Rohadszor. Most, ugye. Most 3-szor keltem éjszaka. Ez szörnyű. Na, gondolod, mert így élek 6 éve. Hát megértelek. Én ugye? Mindent meg tudok neked bocsátani. Úgy így élek 6 éve. Mint gondoltuk. Igen, nagy dolgok nincsenek. Nem a horkolás miatt élek így 6 éve, hanem a kelés. Miatt. Tehát maga az, hogy fölkelsz, ott vagy, elmész, visszajössz, lefekszel, nem tudsz elaludni, és megint fölkel. Mert már ugye azt mondod, hogy 3 óra, vagy 4 óra. Nem biztos. Basztus, mindjárt föl. Én már tudom, hol van az a ritmus, ahol visszatudok, és tudom, hol van az a pont, ahol pont úgy ébredtél, hogy már a tested nem képes, mert ugye van a mély alvási szakasz, meg a felszínes. Ha olyanba ébredsz, nem alszol vissza, ha mászid van, visszaalszol. Most mondom, hajnali 3-tól 5-ig forgolódtam. Tegyél gyufaszálat a lábúja közé, és gyújtsd meg. Az nagyon jó ötlet. Fölkapjak itt, megrány, oldalra fordul. És csináljak jó. Úgy, mintha én közben aludnék. Ugye? Mint az aludás, semmi, abszolút. Hát azért várj meg, hogy ne legyen lakástűz, de azt jelenti. Vagy tegyél paplant az ágy mellé, és lög le, gurizd le. Az is jó. Tényleg? Mert ahogy legurul, ugye megijed, fölébred, és abba adja a horkást. Azt mondom, nem tudod, mi történt. Milyen kicsi, megijed? Jaj, ne estél. Hát, jaj. És nézd meg, ez a paplan is pont idegen. Nagy az ágy, hogy ne üsd meg magad. Hát nézd meg, még magad alá tettél egy paplant. De várjál, építsen föl, vagy ezeket rögtön egy. Tehát kezdjük úgy, hogy csak egy ruhacsipet. És miért a kísérlet, ezzel annál tovább tart a kanoszajárásod, érted? Lehet, hogy addigra meggyógyul. Rögtön kezd a legdurvább, a krokodil csipeszt a fülére. Abszolút. Aha, jó. Aksis csipeszt a bimbóra. És 12 volt. Muszáj, valamit muszáj. Én tudom ez ilyen. Nekem aki nem horkol, ha én a barátaimmal megyek valahova, vagy együtt alszunk, vagy akkor ott van egy-két srác, aki ezért elképesztő keményen nyomja. És főleg tudom. Ittasan. Főleg ittasan, hát az a legrosszabb. Amikor nálam aludtak, átjött a szomszéd, kijött a polgárőrség, hogy mi ez a csendtábor. Medvét tart Sebestyén út. Igen, mi történik. Szóval az valóban igen, de ha kimozgatod az állapotából, ha kicsit löksz rajta, megijeszted. De nem akarom, hát szeretem, még mondom neki, kicsim, forró. Lögd oldalba. Így van. De csak, igen, mert azzal, hogy mozdulatot, ezt levegőt, az elállítódik a nyelve, kicsit megváltozik a belsősi szöge a nyelvébe, a garatba, és akkor abba például eltűnik a horkolás. Majd általában ez újra kezdi, de akkor megint csinálj valamit. Csepegy citromot a szája. Igen. De nincs nyitva a szája, érted? Hogy? Abszolút, igen. Nyomját csilit az orrába. Tehát, hogy figyelj, ráragasztasz finoman egy gyantacsíkot a bal szemöldökére, először lerá. Tehát, hogy vannak valami, életében nem fogáltál. Jól is szórakozol. Na, komolyan. De az a baj, hogy utána már nem tudsz visszaaludni. Tehát igen. Olyat kéne találni, amivel megakadályozzuk magát a horkolást. Igen, és attól ez a legdurvább egyébként az egészben, hogy egy boccsal elintéz, és alszik tovább. És alszik tovább. Te meg ott fetregsz, meg forgolódsz egész éjszaka. És 2 perc múlva megint horkol ráadásul. Hogy ő az egész nem emlékszik semmi. Horkoltam, és nem.
ha még véletlenül vissza is aludnál. Ugyanál? De. De. Ja, és nem hiszi el, hogy nem, hordom. Nem. És már fölvettem tele. Az, ugye? Az a legnagyobb. Hát, szóval, fölvetted, szembesítetted? Hát, muszáj volt tegnap. Akkor zsarold meg, hogy a következő kirakod valahova, ha nem mondja abban. És akkor annyira félni fog elaludni, hogy nem mer elaludni. Te megalszol nyugodtan, ő meg támaszja a félét, hogy nehogy elaludjon, mert akkor... Tehát mondd meg, hogy nyilvánosságra kerül a horkolása. Ha más nincs, marad a zsarolás. Így van, ennyi. Valamivel élni kell. Hát szóval így vagyunk, és ezt utálom, mint az át. Tehát olyat kéne, amit előre meg tudok csinálni, hogy én nyugodtan aludjak, ő meg ne. Vagy ne horkoljon. Hát egyébként lehet, hogy beújítatsz, de is egy pár füldugót. Egy pár jobb minőségű. Ne, én nem akarok füldugót. De akkor nem ébredek fel az órára. Nem úgy gondolta a füldugót, hanem az órába. Ja, igen. Nem a teretőző az órában. Van már valami a patikában, ami kapható erre? Most nem fogok a békának, ezt tudom, ilyen rá kell ragasztani. Valamilyen ragasztott csík. Nem, amire Balázs gondol, három darab halálfej van. És azzal minden el van. És nagyon gumikesztyűbe kell kivinni. Igen, kicsi sarkokba szokták. Van egyébként, ez egy ilyen orrtapasz, az a lényeg az egésznek, hogy egy picit így szétnyitja az orrodat, és kicsit több levegő jut be. Olcsó, és egyébként praktikus megoldás. Mi szoktuk használni, nem rossz. Vagy orrcsepp, mielőtt elalszik, tehát szigorúan. Mert akkor ugye kap levegőt, és akkor kevésbé fog korkulni, hogy ez a szájon átvaló légzés miatt van általában. Ugye, hogy ott veszi a levegőt. Vagy a hurkatöltőtökből, két betét az elejéről. Így azon keresztül kap levegőt rendesen. Na, most azért ma adtunk lehetőséget. Tehát most azért felsoroltuk egy 8-10-et. Tehát valamit találj ki. Szörnyű átok egyébként maga a horkolás. Én megértem, hogy idő után vannak házaspárok, akik... Szörnyű átok a házasság. Nem, vannak, akik külön alszanak pont ezért, mert az 50 éves, 60 éves palik annyira horkolnak, hogy nem bír aludni, és szétköltöznek. Tehát, hogy külön hálószoba, ha megtehetik, meg van hely. Meg tudom érteni. Nem? Hát, nem tudom, ha fürdőszobába költöztessem ki, hogy a nappaliba. Ugye, hogy hova mennél? A kád. Akkor nem esik le. Tényleg, tedd a kádba. De miután elaludt, megfogom és kiviszem. Megfogod, kiviszel, engedsz rá forró vizet, és hajnalban még egy kicsit, hogy ne hűljön ki. Pár év már lesz a Soma olyan állapotban fizikailag, hogy megfogja a másik végét. Tehát nem is tudom, hogy simán. Na, jól van. Minden problémát megoldottunk. Köszönöm. Látod? És még csak fél hét van. Mutatjuk, hogy mit mutatunk. Láttátok Pampert Gabó képét, amit a Viki küldött? Láttuk, hát... Ugye, hogy azért vannak csodák? Vannak. Aha. Igen. Na, megmutatjuk akkor, mivel foglalkoztunk tegnap, mi volt az egyik témánk. Pont... Pumpet Gabot próbáltuk felhívni. És egy nagyon érdekes kis beszélgetésbe cseppentünk, mert hát nem rájött, hogy ő nem nyilatkozhat. Igen. Ugye, mert hogy exkluzív szerződése van a TV2-vel, hát a TV2 mindig is értette, hogy kit kell leszerződtetni. Berki, Pumpet Gabot, tehát ebben ők tényleg nagyon jók. Tehát mindig tudták, hogy kik az igazi húzó nevek. És megpróbáltuk felhívni, mert hogy ő csajozási technikákat tanít majd, mint kiderült horribilis áron, egy iskolában negyedévenként 399 000 forintért. És beszélni akartunk vele, hogy tanítson egy kicsit minket is. A beszélgetés azonban egészen más irányt vett. Ezt megmutatjuk, aztán jövünk vissza már is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Egy perc múlva pontosan. Fél hét, hello mindenkinek. Na, itt vagyunk, ez volt tehát tegnap. Pampert Gabot próbáltuk hívni, de csak így értük el, de szórakoztató volt, szeretjük. Tényleg, nekem az összes, pont elég volt ennyi. Az összes kedves bolondot megtaláljuk ebben a műsorban, de bírom. Tényleg kéne egy ilyen. Volt a hangja, de egyébként minden rendben volt. Kéne egy rovatot csinálni, nem? Hát gyakorlatilag tényleg. Bárkit felhívhatunk. Sztárok a Morning Show-ban. Sztárok a Morning Show-ban. A világ legnagyobb csillagai. Igen. 10 percben bárki. Igen. Na, fél hét van pontosan, ha valaki játszana velünk, akkor szépítsen, jó? Ha van még bennetek, ha van még vér a pucátokban, és nem ijedtetek meg attól, hogy már 4-0 van, és még meg tudjátok, és akarjátok mutatni, hogy legalább egy nyomorúságos győzelemre képesek vagytok, akkor írjátok SMS-t. Hát nyilván nem, de... Hát persze, hogy nem, nyilván nem, tehát ma megkapjátok a kegyelemdőfést, és ez egy sima 5-0, nyitjuk az évet. De ha talán valaki úgy érzi, hogy ő megmenteni a hallgatók becsületét, akkor írjon nyugodtan. Mert hogy 4-0. Nagyon szép hetet csináltunk. Nagyon jó. Ez gyönyörű. Írjatok. Álmodjatok csak. Így van. Azt hiszem, hogy van-e közlekedésért, csak azért lassultam egy kicsit. Sátorai új helyben szakad a hó, hó, hó. Igen, ez, ne... ez benne volt az esemben, vagy ez saját kútfő? Ez belőle. Hó, hó, hó.
De jó lenne itt is szakadna a hó. Vagy nem is akarok túl sokat, legalább ott, ahova megyünk. Ott egy pici hó. Egy pici hó. Igen, csak ne eső. Csak ne olyan eső. Jó. Én is, igen, hát azért mondtam, ha van. Ja, igaz. Fékülös? Ugye? Tehát, hogy... Eső, hó, igen. Nem ugyanaz. Teljesen másokat. Fél hét múlt pontosan egy perccel jelentkezzetek játékra, drága hallgatók. Vigyázzon mindenki, aki 86-oson megy, mert répce lakjon autó az oldalán, az árokban. Egy csávon megy csak a forgalom, létre Szabi küldte nekünk. Írjatok SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Tíz perc van pontosan, 7 óra egy sose halott dal után. Már itt is vagyunk, M344-es kilométertől egy sáv járható. Hó van? Nagyon kemény Miskolcon és környékén, a M3-as, 30-as, 3-as út. Jó, de jó. És jön erre. Akkor majd? Aha. Akkor nem mosom le a kocsit. A csapatépítőre tiszta autóval akartál jönni. Igen. Figyelj, milyen kis tüktik gyerekek. Rákattantam egy bizonyos mosásra, és mindig furán néztem azokra az emberekre, akik beállnak, és önkezőleg lemossák be a 100 forintos bedobós surulósba az autót, és beleszerettem. Szerelmes lettem. Építettek nálunk ott a sarkon egy ilyen gyorsmosót, ami gőzborotvázod, átsuvickolod, és lemosod, és ilyen 6-800 forintból csillivilli kívülről az autód. Ez egy... nagy más mosó, az nem gőzborotva azért. Hát most egy pisztoly hosszú az eleje, és brutálisan jön. Hát az gőzborotva. Nagyomás mosó szerintem. Nem. Ne veszetek össze. Most mi az Isten köteket ezen, hogy ez most nagy nyomású vagy gőzborotva. És akkor mi a gőzborotva? Hát ez egy másik történet. Miért? Víz az gőz, értem. Az az automosóban is azt használják. Hát porlaszja a vizet. És jó legyen gőzborotva. De hogy tényleg nem mindegy. 3 naponta megyek. És viszel magad a kis sampont utána? Nem, képzeld, hogy be tudod állítani, hogy öblítés, tiszta víz, és ő magát csinálja, egy 100 forintosabb, vagy 200 forintos, igen, fényesítő öblítés, van 8 kategória, de fényesítő öblítés, a foltos lett a kocsi, mintha ezt elhagytam. Figyelj, imádom. Először is, akkurátusan gőzborotvával, nagy nyomású vízével, bisszel, basszal, körbe megyek. Már egyfajta lelki felüdülés, hogy látod, ahogy hullik le a sár az autódról. Utána rámegyek az öblítéssel és a kefével, van egy kefe, szétdörzsölöm a tetejét, az ablakot, a felnit, minden, majd jön az öblítés, amikor látod, hogy a hab szépen lefolyik, és csillivilli. És itt fogyott el a 100 forintot. Nem, kérdezni akartam, hogy már kidolgoztátok-e technikákat, hogy a Viki ott áll a pénzbedobó mellett, te már odaállsz, célra tartod nem, a hát fegyvert, és most dob be! Bedobod, de nem így van, bedobod, és nem indul el, hanem szépen bedobod, kiveszed a pisztolyt, kezedbe fogod, és ráüt, aha, és az aztán indul. Változat. Tehát ez egy nagyon modern, ilyen piros színű kis automosó. Gyűjtöm az aprót magamnak a kocsiba, bárkinek aprója van, elkérem, hogy jó lesz mosatni. Figyelj, próbáljátok ki a lehető legjobb. Ugyanis mi történik? Ha koszos az autód, akkor egyszer rászállod magad, és akkor elmész egy külső-belső tisztítás, aki nem magad csinálja, de ez el kell menni bevásárlóközpontba, vagy olyan helyre. 800 forintból, hát belül szörnyű az autó, de kívülről, és ugye hát adunk a külsőségekre, kit érdekelnek a belsőségek, úgy néz ki az autód, gyönyörű. De belül mi nem mosod? Hát gondoltam rá, hogy mikor Benny belül lesz, és a fölrántom az autót. Kicsit itt foltos, kicsit ott megfolyik, picit ott koszos marad, de ez azért jó, mert legközelebb visszamész, és tudod már, hogy az ablak sarkokra is figyelni kell, hogy akkor ott nem maradjon koszos. Beteg. Figyelj, szerelmese vagyok. Alig várom, hogy jó idő legyen, és mehessek mosatni. Tudod, mi lesz, és most megyek mosatni. Szarvasbőr, hogy szépen igen. El legyen törölve az ablak. Innen csak egy ugrás, hogy hétvégén melegítőgatjába, kőműves dekoltásra, kicsi surrólom otthon a kocsimat, basszus. Egy ilyen kis műanyag papucsba. Tehát lassan... Tudom, akkor karácsonyi kaptál volna tőlem egy ilyen hálós trikot. Automosáshoz. Gyerekek, nagyon-nagyon jó. Tényleg annyira jó érzés, és körülbelül 10 perc alatt tiszta az autód. Nem kell beállni, nem kell megvárni, nem kell, hogy kívül belül 8-an dolgoznak rajta, pedig ülsz hülyén. Magadnak megcsinálod, zseniális. Zseniális. Próbáld ki! Benyel egy ilyen helyre. Voltam már. Nagyon jó. Voltam már benzinkúta? Voltam is, nagyon bátor voltam. Menjél egyszer egy benzinkúta. Tudod, mik vannak ott egy ilyen sokban. Fú, nem jó. Áj, de nehogy nem, mert annyira leporlasztja a vizet, hogy csak egy irányba megy. Hát ha nagyon közel állsz a kocsihoz, akkor visszaverődik rá, de egy méterre már, és egy rendszámot kifogy is kifogy a tolod. Felénél, pont a 100-as. 200-at kell bedobni, mert az a pont körbeérsz. Igen, már ezt is egyet körbeérsz. 1-200-zal az a pont, le tudod görögzve borotválni. 1-200-assal súrolsz, és 1-200-assal csapatod tisztára. Tehát 600. 600-ból. Ilyen vagy.
foltos lesz, megcsorog. Kicsit, igen. Az ajtó, ajtónak kicsit, a... igen. Hát figyelj, azt érde, hogy elkezded leborotválni, vagy lemagas nyomás húzni, majd kinyitod az ajtót. De miért nyitnád ki az ajtót? Már mikor beszállsz, miért nem szállsz be utána a kocsiba? Nem bemászom az ablakon, minden. Hátra csomag tartod. Benny letekerik. Bemászok. Kinyitod az ajtót, és az a szuttyos, sáros lé, mert azt ugye nem törölted ki az ajtójáratokat, az ott folyik ki belőle, és koszos lesz. Miért találjátok meg minden történetemben a negatívot? Egyszerűen ez beleköt abba, hogy gőznyomású, nem magas nyomású, ennek sáros léfolyik az ajtóról. Hát nem, nem látjátok, hogy ez milyen szép történet, ahogy önmagamra találva egyszerűen megvilágosodom, hogy 6-800 forintból is szép lehet az autó. És magamnak csinálom. Ez nálam nagy szó, mindig odaadtam a kulcsot, egy külső belsőt kérek szépen. Évekig gondolkodtam rajta, vajon mit csinálhatnak ott azok az emberek, 10 méterre tőlem, azokban a furak is. Gyerekek, rákattanás, és rájöttem, hogy egy külső takarítás egyfajta belső takarítással ér fel. Tehát olyan is, ha magad is megtisztul. Ahogy megtisztul az autód, egy kicsit megtisztulsz te is. Nagyon szép. És nagyon jó. Komolyan, mosasd le az Alfádat. Elmegyünk mosatni? Nem megyek veled mosatni. Mi kétbeállásos? Legalább előjön ez az eredeti szín. Ez igen, kiderül, hogy legalább az eredeti szín is megy. Kitét, hogy rózsaszín, rózsaszín az Alfád. Ez kétbeállásos. Az akkor nincs mázlit, ha beáll eléd egy papa, mit tudom én, egy Dacia Logan-nel, vagy egy új Ladával. Nem úgy értem, mert ez a fajta, ez a típusú ember 4-4,5 óráig gőzborotvázik egy gumiszőnyeget. Tessék? Precízek, és akkor ugye elmennek még a hagyhívekért, papírtörlőért, tudod, de kevés lesz. De kevés lesz, és ezért elmennek négyszer. Nagyon nem mindegy, hogy milyen autó mögé állsz be, de a rutinos, hogy már azt is kiszúrott, hogy a tulaj csak végigcsapatja, lemosi és megy, vagy itt most hatalmas nagy. Ja, mondjuk ezek után mögé sem fognak beállni. Az tudod. Biztos. Tehát, jaj, ott van Balázs, beálljuk már. Én kirakom az árvatáblát hátul a kocsira. Ó, nagyon, nagyon rá lehet kattani. Tényleg rá lehet kattani. Na jó, játszunk a hét utolsó játékát, itt van már is a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, szervusztok, fiúk, hallom, nagy a kacaj. De Balázskám, hát először neked. Hát én is a negatívumot mondom, mivel mosod a kocsidat. És azt mondod, hogy bizzel, bassza. Ne, bizzel, bazzal. Kézzével mondjuk, és nem esszel. Na jó van. Edith, hát, jó reggelt, jó reggelt, Edith. Szia. Hello, Miskolcról. Edith Miskolcról. Drága Edith, hello, hogy telik a reggeled? Köszönöm szépen, jól. Hát nagy hó esett, még mindig esik. Na. És hát családi házban lakom, és mennem kell havat lapátolni. Csak tudod, van egy kis csivava kutyám, nem merem kivinni. Hát az megfagy és eldől oldalra, igen, persze. Igen, ellepi a hó. Láttam egy olyan videót a nagy hóba, hogy megfogja a csávó a kezébe, és így kidobja a kutyát, beledobja a hóba, és a kutya így ott marad. Nem tud tovább menni. Zseniális a videó. Zseniális a videó. Én is ezért nem merem kivinni. Hogy hívják a kis blökit? Dömike. Oh, Dömike. Dömi. Dömi. Ki után kapta a nevét? Détári Lajos után? Ödöme volt? Nem, Détári után, nem. Kiprik után. Ez nekem, tudod, könnyű kimondani a nevét, és olyan kis Dömike, olyan kicsi aranyos. Mikor csivával az a veszélyes, hogy megy utána a lakásra, nem veszél észre, becsukod az ajtót, és vége van. Azt mondtad neki, hogy tényleg egy ajtócsukás elég. Igen, figyelj, mindig a lábam alatt van, ez biztos. Egy lépést nem tehetek nélküle. Edith, kivel szeretné játszani? Hát a Janival. Fele, most helyre teszed Balást, aztán játszol velem. Ennyi. Hát igen. Na, jó legyen. Jó legyen. Indítjuk az órát, jó? 3-2-1, tessék. Hát hallom, Janikám. Parancs. Hogy olyan nagy lázban vagy. A disznóvágással kapcsolatosan. Ajajaj. Idén ti vágtatok disznót? Hát figyelj. Mióta anyukám és apukám meghalt, hát sajnos azóta mi erről lemondtunk. Mi erről lemondottunk, úgyhogy... Uh-huh. De szereted a disznótorost? Hát figyelj, persze. Mi a kedvenced, hurka vagy a kolbász? Kolbász? Hát figyelj, nekem a fokhagymás kolbász. A fokhagymás kolbász? Hát ez természetes. Fokhagymát is szoktatok belerakni? Hát figyelj! Hogy raktatok bele régen? Az a lényeg. A fokhagyma? A fokhagyma. A fokhagyma. A fokhagyma, persze. De az arányokra nagyon oda kell figyelni.
Hát ez természetes. Nyilván. Ez természetes. De figyelj csak, figyelj. De te bűnt követsz el a szervezeted ellen. Én? Hát persze. Edith, vége van. Kiváló játékos vagy, azt kell, hogy mondjuk. Megvan az ajándékcsomag. Megvan? Igen. Hát nagyon szépen köszönöm. Megvan, ügyes vagy. Nagyon jó szórakozást kívánok nektek, és egyetek helyettem is finom fokhagymás kolbászt. Meg lesz. Ezt gondolunk majd el. Jó, gondoljatok rám. Puszilunk. Köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok! Szia. Hello! Szép napot! Szia. Hello, hello, hello! Akkor 4-1, de jó, 4-1, jó, van egy pont oda. Megérdemelte. Nem lehetett rajta fogást találni. Egyébként jó játszott. Egyébként ügyes volt. Megpróbáltad mindenhogy becsapdázni. Tényleg. Olyas voltál mindenhogy becsapdázni. Igen, én, disznótól, most, ti, olyan hurka. Minden, de kikerült mindent. Kikerült mindent, ügyes volt. 7 óra, Na jó, jövünk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, a hét utolsó napja, van, ahol jó idő van, van, ahol hűvösebb az idő, és van, ahol szép, csendesen hull a hó. Pölö, Sátoraljó új hely. Igen, Sátoraljó új hely, Miskolc környékén, havazik, és... Zig-zig. Havazik-zig. Hullahó és hó, zig-zig. Ez már estére van? Tehát, hogy már így készülünk? Hát egy picit így, lesz, igen. Most lesz, mondani, mondani akartam, hogy, hogy ugyanazt a kávét iszom, amit tegnap is, meg tegnap előtt is. Meg miért nem csinálsz újat? És miért iszol egy három napos kávét? Annyira szarul sikerült hétfőn, hogy mindig csak rámelegítek egy picit. Olyan csinálok, hogy ne idd ugyanazt a kávét. És jobban ízlik. Lehet, hogy ez már tényleg a pénteknek a hatása, meg ennek a nagyon régóta várt csapatépítő tréningnek. Mert ez tréning lesz. Ez az lesz. Ez a ki tud többet inni? Igen, ki tud többet inni tréning? Ez nagyjából erről fog szólni, látom. Tehát szerintem néhány kollégánk már a csapatépítőre gondol, és már részek. Tehát, hogy eszébe jut, hogy ma megyünk, elkezd berúgni. Nem? Azért itt van egy-két jó ivó. Tehát itt már 8 órakor nem lesz józan ember. Hát én séróból 3-at tudnék mondani. Igen. Aki bármikor. Igen. Velük az egyik őkkel beszéltem, de azt mondta, holnap nem hiszem, hagyjál már, hogy csak hűltem. Én már Roli ezt mondta. Az utolsó kenetet kapnám, amikor ők még mindig töltenek. Igen. Na, a Kagylós kútnál a Tihany felől érkezőket mérik a fix trafipaxok, ez Balatonfüreden van, Galaxis Gabi küldte nekünk, aztán M30-as brutál hóes és nincs takarítva semmi, évfélkor kezdtem, két darab hókotrót láttam, 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Etele út, Fehérvári út kereszteződésében villamos busz autó ütközött, Újbuda központ felé dugó. Torlódnak, maradj len. Torlódnak a villamosok. Aztán vonatbaleset van Ácson, késnek a vonatok a Budapest-Győr vonalon, Tom küldte nekünk Komáromból, és azt nézem, hogy állítólag kimondtál egy igent, Anna, csekkoljuk, hogy Jani mondott, de én nem hallottam. Csekkoltad, írtál, várja, Anna írt is. Sólyom szem jelentkezik, igen, többen írtátok, hogy Jani mondott igen, nem mondott ki Jani semmi, tiltott szót. Lehet, hogy az idén szót értettétek igennek. Jani azt mondta, hogy idén ti vágtatok disznót, és lehet, hogy sokan ezt értették igennek. De úgyis a hallgatói pont. Tehát egyébként meg így van, tök igazad van. Tehát a hallgató elvitte, de mi szeretjük visszahallgatni, hogy beismerjük, ha esetleg egy tiltott szót nem vettünk észre. Bali, észrevetted, hogy amikor lemosatod az autót, utána mintha kicsit jobban mennek? Jaj, nem, á, ne. Egyébként igen. Kicsit jobban mennek. De nem nagyon, nem ilyen nagyon, ilyen érezt, csak egy picit egy, olyan jó. Kicsit igen. Csúszik. Bali, ide ráfázol, én megyek a mosó felé, és ráz a hideg, annyira jó. Írja nekünk Enikő. Tudom. Balázs, addiktív a dolog, vigyázz, heti egyszer megyek, előtte már remegek, ezt Ádám is elküldte. Óriási. Konkrétan, tényleg. Igen, konkrétan, tényleg ilyen. Egy szakrális megtisztulás. Zseniális. Ha kell apró, akkor a perselyből tudunk váltani. Bármennyi aprót leváltok. Tehát 2000-et ma azonnal, mert szerintem szép autóval akarok megérkezni. Mosatok. Ha hóesés lesz, akkor meg azért mosatok. Hát, hogy mindenképpen, ma mindenképpen mosatok egyet. Először, hogy karácsony előtt be akartunk menni egy gyors étterem, volt Soroksáron nálunk, a bevásárlóközpont környék, és ott van egy ilyen mosó. De olyan hosszú sor hosszú volt, hogy sor? Én nem tudom. Mondom, nem menjünk be, mondom, én nem fogok egy ízét csupa csokiért annyi sorbálni. Nem odaállnak a mosóba. A mosóba. Igen. Igen. Az a baj, hogy egy autó körbe 10 perc. Tehát ha hárman állnak előtte, nem szabad állni. Soha nem kerül sorra.
Mi te függő vagy. Megőrültem. Jézus. Nagyon tetszik. Na, itt hagytad a vizedet, Laci. Miért néztek? Olyan figyelmes. Hát, nem, csak velem. Itt a pultom mellettem itt van egy víz. Ez a sok kocsi mosás, ez teljesen megváltoztatott. Csak a precizitás ezután. Teljesen kifordított. Kifordított önmagamból. Tényleg kiesnek a vonatok? Ír valamit a vonat? A vonat? A vonat.hu ír valamit? Hogy késnek a vonatok? Mert azért ez egy elég hosszú szakasz, amit beolvastam, hogy késnek a vonatok. Budapest-Győr vonalon látunk valamit? Utána nézünk. Utána nézünk csekkoljuk. Csekkoljuk, hogy mit írnak. Tokaj, Rakamaz, Tímár, havasak az utak. Csúszik és lassú is a forgalom. Bobby küldte nekünk. Igen. Azt írják, hogy a győri vonalon gázolás miatt hosszabb a menetidő, sajnos. Ez 5 óra 41-kor érkezett. Az nem jó. Eltűnt az a jó kis térképes szolgáltatás erről az oldalra. Emlékeztek? Ezt egyszer néztük, hogy így rákattintasz, és akkor kis piros pötty van, hogyha nagyon sokat késik, zöld, ha jó, kék, ha picit késik. Az itt volt, nem? Ben. Aha, köszi. Attól függ, melyik oldalon van. Ha a BKK oldalon, rossz helyen vagy. Ne. Jaj, hol? Mi? Mávstart. Hát Mávstarton láthatod, hogy hol vannak a vonatok? Annó, Magyarország térkép, és láttad, hogy, és mi írta ki, hogy melyik hol van, mennyit késik, színnel jelölt, és ezt nem találom. Most a mávcsoport.hu-n néztem, ott is friss az információ. Én annak megvan. Viszont kevésbé örültem, hogy tegnap nem tudom, hogy ez a térkép ez hova tűnt el, de hogy a szolgáltatomnak a szolgáltatása tűnt el, és nem tudtam se telefonálni, se netezni, az égvilágon semmit nem tudtam, és már kivettem az aksit, vagy kivettem a szimkártyát, visszaraktam, mondom, biztos valamit félrenyomtam, biztos, hogy valamit én csesztem el, nem tudtunk semmit. Azt nagy nehezen találtam egy bedobós telefont a posta mellett, a bevásárlóközpontban, akkor elkezd az ember remegni, hogy úristen, hogy fog, megbeszéltük, hogy ott találkozunk ilyen lejemmel, nem tudom elérni. Tehát nem tudom, mit csinálják, mint aki kezdik el kiabálni, vagy egy spár előtt. Maika! Hol vagyok? Telefon nélkül meghalsz. És mondom, nagy nehezen találtam egyet, 200 forintomba került. 200 forintomba, itt vagyok már a pénztárnak. És ő nem ugyanannál szolgáltatónál van, mint te? Nem. Aha. Praktikus okai vannak ennek? Igen. És fölhívta egy utcaiból, fölhívta? Persze, és kerestem egy bedobos telefont. És... De van még egy bedobó, ez még egyet van? Egyet találtam. Tényleg? Egyet találtam. De kártyás már nincs? Az megszűnt a kártyás, feltölthető kártyás telefon. Szegényke, kis rózsaszín kis kagylóval ott árválkodott egy posta mellett. Két forint, én arra nem hiszem, hogy két forinttal ment. Két forint, öt forint. A kagylót nem adja oda két. Igen. Tehát, hogy 20 forint kb. Ennyi, hogy lemeled, és akkor bedobod. És leesett a 20-as. Ennyi volt a beszélgetés. És amikor beesett a pénz onnan, amikor felvették, ott indult, ott nyert el a pénzt. Na, egy érdekes témával folytatjuk. Talán hallottatok arról a hátizsákos párról, akiket elraboltak Pápua Új-Guineában. Egy 31 éves brit párról van szó, illetve brit a fiú amerikai barátnője. Túrázásuk közben találkoztak egy törzs tagjaival, akik megkötözték őket, mesztelenre vetköztették, megkínozták őket, és élve fel akarták falni. És hát itt leírják, kiszonyatos horror sztori, megmenekülnek, tehát happy end a vége, hogy mi történt velük, és azt gondolták, hogy soha nem kerülnek ki élve. Pápua Új-Guinea egy szigetére indultak pihenni. Ez ember nem is érti egyébként. Nincs már ilyen 2016-ban, gyerekek, ez ugyanaz, mint amikor a Hortobágyon elrabolják a német turista buszról az egyik lényit. Nem, a csikósok. Én még sose hallottam. De, és aztán visszaviszik. De hogy nem, ez a folklór része. És szalad Kern András egy pisztolyjal a kezébe. Jön a gulyás csatli. És vasárnap meg egy Oszter Sándor is beugrik egy haknira. Persze, csak azt nehéz megfizetni. De tényleg. És által képzeld el, hogy van. Ők elindultak túrázni, és kikötöttek Pápua Új-Guinea egyik szigetén. Ezt értem, hogy elindultunk valonnan túrázni, és kikötöttünk egy szigeten. A dzsungelből előugrottak félmesztelen, illetve hát mesztelenre vetkőzők, férfiak festett arccal, lándzsával a kezükben, horrorfilmbe keveredtek, azt mondták, mint olyan volt. Megkötözték őket, maszkokban, kifestett testtel, törzsi ruhákban körbeállták őket, a bozótba rángatták őket, és felkötötték őket hátratett kézzel egy karóra. Na jó, most már is értem. Képzeljétek el, utána megjelent Anulu, és azt mondta, kiugrottak a bokra, és azt mondták, hogy unga bunga, honda banda, nyem. Persze. De ha megtörtént a történet, több amerikai csatorna beszámolt erről, mert hogy
késekkel összeszabdalták a testüket, és azt mondták, hogy meg fogunk benneteket enni. Azt még nem tudom, hogy hogy értették. Tehát hát némi tájszólással angolul, vagy azt mondták, hogy pici poci, nagyon éhes. Korog már a pici poci. Fincsi, fincsi. Fincsi húsi láthatáron, korog már a pici poci. És mutogattak a hasukra, uga. Na mire, szóval érdekel... Megesünk, de elő bunga-bunga. Nyilván így történt. Na jó, egyébként valóban emberevő népekkel akadtak össze. Én átok ilyeneket már nagyon nehéz találni, ezért is nem értem, hogy hogy került egy ilyen szigetet. Egy béreltek valahol egy kajakot, egy kajakkölcsönzőbe. Elkezdtek evezni, elsodorta őket a dagá és az áramlat, és kikötöttek egy szigetet. Nézd szívem, plusz $50, emberrablás. Igen. Egy kajakkölcsönzőbe elindultak, vagy egy kajakkal, és kikötöttek a szigetet. De vannak fotók is, tehát archiválták a dolgokat. Azt mondták, hogy megvágták a kezüket, és a kezükön keresztül akarták az újbegyeken keresztül, hogy szépen lassan elvérezzenek, ők beinduljanak a vérre. Ez csak hozzátartozott a kínzáshoz. De a hír valójában igaz, mutatták őket amerikai csatornákban, megmenekültek. És állítólag ők valahogy miközben rönkökkel kötve vitték őket. Na jó, ez konkrétan egy Tarzan film. Igen. Ez a Tarzan és a dzsungel szelleme. Ahogy Luke Skywalkert, Han Solót is lejátszvitték a kis Ewok macik, amikor elkapták őket a Jedi visszatérben, hogy ott a leoldozás pillanatában valahogy, amíg a tűzgyújtás történt, addig, és melegítették a forró vizet az üstben. Persze, és a tűzgyújtás is nyilván így történt, hogy ott mindenki háttal állt nekik, és próbálták meg, és kicsit káromkodtak, mert nedves volt a kova. Utána hoztak viszont egy kemény fa, egy egyenes kemény fát, és tudod a dörzsöléses módszerrel. Tényleg ez történt. Végül is megszöktek. Állításunk szerint, amikor nem figyeltek őket, már megverték őket botokkal, meg tudtak szokni, és a brit konzulátuson is bejelentették az elkövetett erőszakot ellenük. Mert a szigeten volt egy brit konzulátus. Mi? Nem. És azt mondta a brit konzulátus, hogy a térségben legutóbb 2012-ben történt hasonlóan szörnyű eset. A helyi törzsek, akik ugye nyilván a civilizált falva kisebb városok mellett laknak még bent az erdőben, és ha rossz helyre mész, akkor valóban találkozhatsz velük. A tradíciónak megfelelően a mai napig hódol a kanibalizmus. Kifejezetten ritka, hogy egyébként külföldi turistákat... Erre a helyi mobil szolgáltatók, mert nem volt olyan széles sávon net, mint amit ígértek. Ez a brit konzulátus nyilatkozta a hír alapján, hogy kifejezetten ritka már, hogy külföldi turistákat támadjanak meg, de ha véletlen bemerészkedsz az ő területükre, amit ott egyébként nagyon tisztelnek és tudják, hogy az ő területük, akkor felhívják a figyelmedet arra, hogy úgy túrázzál, hogy csak saját felelősségedre, mert nem tudnak felelősséget vállalni, és elképzelhető, hogy elkapnak. Nem biztos, hogy... Unga-bunga, konzulátus alakarta! Nem biztos, hogy azonnal megesznek. Nyilván azonnal. Írj egy hallgató, ez az igazi last minute út, nem? Ez az igazi. De hogy ezért ez hogy történik? Képzeld, hogy szépen sétálsz a pároddal, ki van írva, hogy vigyázzat. Vigyázz kanibálok. Vigyázzat a kanibál harap, nem? És egyszer csak tényleg körülállnak, elkapnak, hát azért ez dermesztő lehet, nem? Még ha kicsit keresed is a kalandot, és néha kicsit, ha kalandvágyó vagy, azért egyszer csak felkötnek egy ilyen röngre, és 8 félmesztelen, vagy totálisan mesztelen férfi két egy gyufaszállal az órába elkezdték egy botokkal verni. Hát azért az nagyon durva. És meg, megpróbálnak kivéreztetni, hogy egy snitzerrel elvágják az ujjadat. Felhívom a figyelmet, hogy egy snitzerrel. Mindenféle. Hiszen az van náluk. Hát hogy de volna, érted? De előtte nyilván sterilizálják a sebet, hogy nehogy gond legyen. De egyébként ez baromi jó, hogy tényleg minden áthat már a globalizáció, és mindenkinek mobiltelefon, meg minden más kütyül a kezében, de hogy még vannak a civilizációtól és a társadalmaktól teljesen elzárt olyan apró, pici kis hangyányi területek a világban, ahol ők még így élnek, még nem tudják, hogy mi a technika, és rengeteg mindent tudnánk egyébként szerintem tőlük tanulni. Tehát kiegyensúlyozottabbak, kevésbé neurotikusak, egészen biztos, hogy egészségesen mentalitásuk van, mint nekünk, kivéve, hogy embert tesznek. Hát azt mondjuk, hogy ugorjuk át ezt. Ugorjuk át ezt. Na, hát érted, nézzük ezt az oldalt, nyilván Ferének rögtön felcsillant a szemem, egy csomó új recepthez juthatna hozzá. Hát tudja, hogy mi mindent lehet készíteni emberből. Mondjuk az anatómiai tanulmányaik például, hát így, hogy is mondjam, eléggé hibásak, mert ha fölkötöd valakinek a kezét, az a rohadt életben nem fog
fog az ujjából elvérezni. Igen, fentről lehet, hogy csak egy kínzás volt, tudod, ja, hogy az ujbegyeket kicsit ott megvagdossák, nagyon fáj, kicsit vérzel, és akkor ez nekik egy ilyen előjáték, olyan, mint amikor neked kihozzák a kalácsot, meg a libamáját, mit tudom én, előételnek, hát nekik ez a csomózási technikáik nem voltak túl fejlettek, ezek szerint, hogyha meg tudtak lépni, miért kellett, amíg ők a tüzet csiholták. Hogy szöktek meg vajon? Tehát, hogy gondolom, hogy egy Kercsak nevű beszélő majom segített neki. Tehát nem hiszük el a sztorit, hogy igaz? Én elhiszem. Én elhiszem, hogy ez igaz tud lenni. Hát Pápua Új-Guineában azért sokáig lehetett hallani, hogy ugyan visszaszorítják az ő területüket, de hogy azért még élnek ilyen népek. Tehát nem teljesen lehetetlen. A pápuák visszavágnak. A pápuák visszavágnak. Igen. Na, van egy hallgatónk. Egy kannibálod. Egy igazi kannibál. Nem. Itt van velünk Éva, illetve pontosabban itt lesz velünk Éva, aki élt hasonló népek között, és tud nekünk egy picit Svájcban sok autentikusabban nyilatkozni, mint ahogy mi tudunk róluk nyilatkozni. Ő egy blogger, és élt, azt mondja, a vantonok között, mert hogy itt hívják őket, pápua-új-guineai népek, élt a vantonok között, jártott, és hát el tudja mondani, hogy ebből a cikkből mi lehet igaz valójában. A dantonok között. Itt van, a dalnokok, nem a dalnokok. Na jó. Na, itt van már is Éva. Most itt van. De most. De nincs. De mindjárt hol? Itt lesz. Aha. Ő most kint van egyébként Ausztráliában? Vagy Pápua-Új-Guineában? Vagy itthon van Magyarországon? Nem tudom, mindjárt kiderül, majd megkérdezik tőle. Itt van. Ha csak csámcsogást hallasz. Hello Éva, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello Éva, ébresztettünk éppen? Nem, már fent vagyok egy picit. De jó. Már fent vagy. Na, a pápua-új-guineai történetről beszélünk, és te írtál erről, vagy lehet, hogy még most is írsz egy blogot, ugye, hogy éltél közöttük? Nem éltem közöttük, de... Na, hát akkor a szerkesztőm kivarúgva. Nem törődj vele. Ezt kirúgom, aki ezért felelős, és ezt elintette. Nem, csak utazóként. Utazóként. Na mesélj, hogy kikkel találkoztál, vagy hogy kell őket elképzelni? Igazán nagyon teljesen ugyanolyan út, vagy hát alapvetően azért egzotikusabb, mint más út, úgyhogy azért nem abból áll az egész, hogy mindenki ember ebből lenne Pápua-Új-Guineában. Én egy ilyen kis angol csoporttal voltam, ilyen kalantúra cég volt, ez volt az első ilyen útja ennek a cégnek, úgyhogy azért egy kicsit még nem volt annyira simán minden. De a kalantúra hogy? Az miben elmondják, hogy az a kaland ebben az útban, itt vagyunk Pápua-Új-Guineában, most bemerészkedünk az ő földjükre. Mi elköszönünk tőletek, ti menjetek tovább egyenesen. Ez egy bátorságpróba, ha átértek A-ból B-be, akkor... Nem, elvileg meg volt szervezve, csak annyiból volt, hát úgymond, hogy általában, hogyha megy egy út mondjuk évek óta, akkor ugye ott minden rendben van, szóval amikor leszállunk a repülőről, ott áll a busz, amikor megérkezünk a, nem tudom, szállodába, akkor tudják, hogy jövünk. Na most itt ugye ez, mivel első ilyen út volt, ezek nem így működtek, hanem egy kicsit úgy voltak fennakadások, de voltunk egy folyón, egy Szepik folyón, ott hajóztunk néhány napig, voltunk egy fesztiválon, amik nagyon-nagyon látványosak Pápua-Új-Guineában, amikor minden törzs összejön, és közösen táncolnak. De ez hogyan az, hogy az ember elmegy egy ilyen fesztivál, és ott nem akarják megenni, aztán olvasol két turistáról, akit éppen föl akarnak falni? Hát igen, mielőtt mi mentünk, akkor is pont volt egy ilyen újsághír, hogy megettek négy embert. Most már illegális egyébként a kannibalizmus, úgyhogy az azért is került ennyire bele a hírekbe. Mert, de mi volt legális is? Régebben igen. Hát régebben ez ilyen megszokott volt, igen. Most már ez ilyen üldözendő, megbüntetendő cselekmény. Akkor azt olvastam róla, azóta egyébként többet olvastam, és mindenféle okokat mondanak, de akkor, mikor ez az eset volt, akkor azzal magyarázták, hogy inkább idős férfiakat, akiknek varázserő tulajdonítanak, azokat eszik meg, hogy átszálljon rájuk a varázserő, úgyhogy én megpróbáltam ebbe hinni, vagy ezzel vigasztáltam magam, hogy én, mint ugye külföldi fiatal lány, engem nem fognak. Nem vagyok helyi idős ember, úgyhogy remélhetőleg hát akkor Frábátot és Louis Padrét ott azonnal kinyírnak. Hármuk közül Ferit, mert ő szemüveges és picit már idősödő. Őszintén és a szemüveg. Azonnal meg, hát belőled érted. Népcsoportok ennének évekig. Így van. Hát rögtön az lenne egyébként, hogy mind a ketten Balázs a Ferrer után. Ő a Sálán. Ő az a fehér varázsló. Igen, barátságosak, kedvesek, nyitottak, vagy odamész, ott vagy közöttük, de érzed azért nyilván, hogy tartanak tőled, félnek
esetleg, én nem tudom, nyalogatják a szájukat, amikor rád néznek. Elképzelni, tehát hogy kell egy ilyen találkozást elképzelni, amikor két nagyon más kultúra, két nagyon más civilizáció találkozik? Hát nem olyan barátságok, csak mondjuk, hogyha az elmegy ember Dél-Kelet-Ázsiába, ahol már megszokták az utazókat, és akkor mindenki nagyon kedves, és mindenki nagyon barátságos. Inkább az volt, hogy ők pont ugyanolyan kíváncsian néztek ránk, mint ahogy mi ő rájuk, hogy így kölcsönösen bámultuk egymást, de én nem féltem egyáltalán, szóval nem volt az az érzés, hogy van, amikor az ember úgy érzi, hogy valahogy nem battályra keveredett, de itt nem. De ők ilyen tényleg ilyen echte, igazi természeti népek, tehát nincsenek ilyen csodáskeltő momentok, hogy valaki szembe jön veled egy 7-up-os pólóba, vagy ilyesmi. Nem, abszolút nem volt ilyen. És mondja, abszolút nem volt ilyen. Kiváló angolossága mondja, hogy leteszem, drágám, leteszem, itt vannak a turisták. Jelölj be a Facebookon. És ott volt olyan is, amikor tényleg ilyen nagyon egyedi dologba keveredtünk bele. Az egyik pont, amikor ezen a folyón, a Szepik folyón hajoltunk, akkor egyik nap hallott ugye a folyó túloldalán ilyen dobszót, és akkor megkérdeztük, hogy miért mi zajlik, és akkor kiderült, hogy ilyen beavatási szertartás van, hogy fiatal férfiaknak egy ilyen krokodilbőr mintát tetoválnak a bőrébe, ilyen késekkel, meg zsiletekkel, szóval így megbotossák. És hát ez így elég durva, fájdalmas ilyen törzsi szertartás, és akkor megkérdeztük, hogy mi is részt vehetnénk rajta, és ez nem nagyon szokás, a nőket egyáltalán a nem engednek oda, még a családtagokat se, szóval az anyukáját, meg a testvéreit se a éppen beavatottnak. De hát azért nekik is van üzleti érzékük, mert így meghányták, ha tették a dolgot, és akkor mondták, hogy így összedobjuk egy sert és árát, akkor mi így a kis turistákat megnézhetjük. Ott is a disznó. Én pont nézem a blogodon ennek a beavatásnak a képeit, az egyik beavatandó fiatal ember egy Calvin Klein feliratú alsógatyában virít. Ne csinálj! Hát lehet, hogy... van. Tehát erről ennyit, hogy mennyire turista dolog. Valahol ugye most már ők is veszik a ruhát a fővárosban. Azt valamelyik Varsóváról húzták le. Ja. Igen, az ott egy héttel előtte vacsim volt még rajta, igen. Nyilván bejárnak a városba közben, nem? Hát azért ez a fajta igen, globalizáció utoléri őket. Igen, szóval nem hiszem, hogy ezt így berakják ilyen fakultatív programnak a turista csoportok látogatásába, hogy ilyen beavatási szertartást végignézőek, mert azért ez kegyetlenül fájdalmas, ahogy mi néztük. Ugye a blogomon a travelina.hu-nak van nagyon sok fotó, meg videó erről, úgyhogy megnéztük, hogy valami, hogy így át tudná ezt berakni ezt így programba. És te járod a világot, és erről blogot írsz? Igen. Hát ez nagyon jó. Hogy ilyen és őket is eléggé bedrogozták, hogy ezt így valahogy túléljék. A telefonod jelzett a drogszóra, ez nem jó, ha már be van állítva, hogy kimondta a szót a kis gazdám, mondd ki még egyszer, ha megint a sípolás, akkor lehallgatta. Figyelj, és te mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Ez egy nagyon jó munka, hogy az ember utazik és blogot ír. Kicsit dolgozol, kicsit utazol? Igen, szóval azért nem fizetnek nekem, hogy utazzak, úgyhogy azért ugyanúgy is fizetek én is, mint mások. Igen, dolgozom, és... Én közgazdász vagyok gyárilag, és csak nekem ez a hobbim, úgyhogy én szeretek minél távolabbi, meg minél furcsább tájakra járni. Nem, csak arra mondottam, hogy milyen jó munkahely, ahol az ember tud utazni, blogot is ír, közben dolgozik is, de belemegy a munkáltató abba, hogy tudjon utazni. Merre jártál még? Hát mindenki. Egy-két szép hely. 105 országban jártam, úgyhogy a műsoridőt nem akarnám. 105 országban. Nincs is 105 ország. Az egész világban. Hol volt? Gyarmatosítottad a hol nem jártál még, tessék? Cseglédes. Nagyon sok helyen nem jelent. Főleg ezek a kicsi szigetek, igen, amiket így nehéz megközelíteni. De nagyon sok helyen nem jártam még, úgyhogy... Na jó. Még van még. Szabadkai piacon jártál? De valószínűleg egyébként ez a Pápuai Guinea, ami így a legkülönlegesebb volt, vagy a legextrémebb. Szóval főleg így ennek tudatában, hogy ez még mindig ugye veszélyes. Éva, köszönjük szépen, hogy elmondtad, megnézzük meg a blogodat. Köszönjük. Jó, köszönöm szépen. Ciao. Szia. Jó síelést, mert hogy Éva köszönöm. Éppen síel. Ja. Tényleg? Igen. De gondolom a Kilimandzsáról. De most ereszkedik le az Everestről. Sítalpakkal a lába. A slág mindastán. Murauba. 8:08. 6 perccel jövünk, Ákos híre jut.
Class FM-en. 10 perc múlva 8 óra. Jó kis kasza Tibi után itt vagyunk. Ami kis drága Tibink. Mi van vele? Pihen? Pihen, ugye? Szokásos. Kiütött egy 6-8 hetet a január-februárból. Jól teszi. Igaza van. Abszolút. Aki tehet és van olyan szerencsés helyzetben, igaza van. Főleg a január az ő szempontjából, mint előadó, mint zenész, ugye hát holt időszak. Tehát abszolút. Ilyenkor kell neki elmenni. Hát aztán tavasszal, nyáron, ősszel már pörög a dolog, úgyhogy... Így van. Meg hát számítanak is rá, hogy januárban mindig ilyenkor. Egy általa ugye fellendülnek ugye a táj gófris forgalmai. Csak a barátságért. Én kedvelem őt. Meg tök jó, hogy szólt egy kasza Tibi dal itt nálunk. Nézem, hogy milyen közlekedési hírek vannak, csak ezért sohajtottam. Baleset történt a Fehérvári úton a Csurgó út és az Andor utca között, a Városközpont felé. A forgalmat a villamosira tereli. Kalács kép küldte nekünk. Trafipaxon az M1-es 140-es kilométerénél a felüljáróról mérnek mindkét irányban. M30-as Miskolc felé csak egy sáv tiszta valamelyest, esik a hó arra felé, reméljük erre jön. Sázs, Nagykanizsa, Trafi, akadályos csapadékmentes, valamint M3-as Polgár és Mezőcsát között hatalmas kátyuk, óvatosan menjen mindenki. Ezt Laci küldte nekünk, és van még egy 55-ös út Pörböly és Baja közt kitört kerekű furgon a kanyarban, nagyon figyeljen mindenki, mert köd van. Suhanc küldte nekünk. Ha valaki pedig szeretne, mit mond Dóri játékunkra a hét utolsó játékosaként jelentkezni, még dobhat gyorsan. Egy-két SMS-t, és akkor visszahívjuk. Hajdú hatházánál a 4-es úton beállt az egész, baleset miatt, aki tud, kerüljön. Csúsznak az utak, sok helyen van. Csúsznak. Sok helyen van baleset. Csúsznak, de esőt csak mára mond. Ami nekünk mondjuk abban a szempontból picit kellemetlen, hogy ma van a csapatépítőnk, holnap már nem lesz. Viszont holnap már jövünk visszafelé, vagy hoznak minket. Hát ez nagy kérdés, hogy a Böllér kibeszúrja a kést, ugye? Hát ez egy jó kérdés, hogy vagy jövünk, vagy hoznak. Már esőt mondanak? Már egy picit, igen. Nem örülök. Nem örülök ennek. Nem. Hál' Istennek nagyon messzire megyünk, mert majdnem 80 kilométer. Szakadó esőben nem jó disznót vágni. Nem. Nem, határozottan nem jó. Az nem szerencsés. Csúszik a fanyelű csontozókért. Ugye? Jaj, ráfagyott. Igen. Na jó van. Van játékosunk? Van játékosunk, hogy ne lennem. A kérdés, hogy mit mond Dóri? Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszi. És hozzájállat, élete szívvelom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyel a nime. Aki válaszol. Ical. 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 Laci. Hello, Laci, jó reggel. Ciao. Sziasztok. Szia. Hello. Honnan hívtál minket, Lac? Pécs udvardról. Pécs udvar. Az ott Pécs közelében van. Hát, igen, vagy igen, 6 kilométer. Pécs mellett. És hogy telik a reggelen? Hát, most indul a szezon, meló. Milyen szezon? Viszonylag most jó. Te mit csinálsz, hogy most indul a szezon? Banán? A szezon már lecsengett, oh. Nem, gumis. Ja, gumis. Hát az jó, akkor most nyugi van nálatok, már mindenki lecserélte, nem? Lecserélte, persze. Hát most csak ügyeletet tartunk igazából, úgyhogy nincsen sok meló, pakolunk, készülünk a tavaszra. Az jó. Pontos mondta egy gumis ismerősöm, hogy már nagyon nem találni munkaerőt Budapesten, aki gumisként szeretne dolgozni, ebben az iparágban sem nagyon, mert hogy elmennek Ausztriába, és a dupláját keresik ott is. Ugyanis nem tud velük versenyezni, azt mondta, hogy nem tud a bérekkel versenyezni, és lehet, hogy bezárja az üzemet, mert hogy mindenki, aki meg tud emelni egy 20-szoros kereket gumival csinálni, és jó szakember, fölszippantja Ausztria, és keresnek 2000 euró környékén, úgy, hogy egy gumishoz megy dolgozni. És ezzel nem tud itthon versenyezni, mert nem tudja kitermelni. Mert akkor neked is duplájára föl kéne emelni a munkadíjat, azt meg nem fogják kifizetni a magyar emberek. Hát hogy nem, igen, nem tudod kitermelni. Hát ez majdnem minden szakmával így van. Persze, csak hogy ennyire begyűrűzött már, hogy az ember ezt hallja, hogy egy gumis azt mondja, hogy már gumis se találok, pedig azt gondolná az ember, hogy abból talán még van, nem egy egyszerű hivatás, erősnek kell lenni, emelni kell, érteni hozzá, de hogy azt mondta, hogy mindenki megy ott is. Ausztriában. Na jó van, figyelj, hát neked a szólásmondás maradt egyedül, a pénteki játékosnak mindig egy picit nehezebb. Hát igen, hát, de nem, hogy megbírkozunk vele, megpróbáljuk. A többiek már elvitték ugye a tárgyat, az állatot, a híres ember, tegnap ugye Berecki Zoli volt, úgyhogy egy maradt szólásmondás. Mehetünk? Igen. Na figyelj, indítjuk az órát, jó? És így szól, próbáld kitalálni. Tarany Lánics, men Ekcsevgye.
Anyád. Jaj, bocsánat. Még ezt háromszor adjuk. Hú, ez még egyszer. Figyelj. Tarany lánics men ekcsevgye. Ekcsevgye. Ugye ez a vége. Ekcsevgye. Ecskef. Ja, ne, hello. Ekcsevgye. Figyelj, mutatjuk még egyszer. Tarany lánics men ekcsevgye. Egy fecske nem kívánja. Igen! Jó, a betyárját, és még mielőtt lejárt volna az idő. Így van, hallgass meg, így szól. Tarany lánics men ekcsevgye. Egy fecske nem csinál nyarat. Egy fecske nem csinál nyarat. Így van. Gye, ugye a vége, azt vissza lehet fordítani egyre. Ekcsef, ugye az volt a fecske, és innen már az egy fecske, abból már pedig ki lehet találni. Így van, egy fecske nem csinál nyarat. Ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Köszönöm szépen. Lacikám, megérdemled. Köszönöm. Ez az első, amit tőlünk nyertél? Igen. Na, de hogy örülsz neki? Ezt jó hallani a hangodon. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Jó munkát neked, kitartás, nem sokára. Köszönöm, megérkezik az ajándékcsomag. Köszi, ciao. Hello. 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 Ügyes volt. Ügyes volt, pedig ez nem volt. Ez nem volt könnyű. Ez a legnehezebb már. Ez az M60-os, ez merre felé fog tovább terjeszkedni, ott, ami Pécs környékén már van, és határ egyébként megkönnyíti a Pécsre való eljut határ felé? Ez ugye kikerüli Pécset, igen. És akkor megy tovább. No. Ennyit tudok erről mondani. Az is jó. Mert kérem, kapcsolja ki. Ennyit tudok erről mondani, kérem, kapcsolja. Nem csak rákerestem Pécs udvarra, hogy egészen pontosan, nyilván Pécs mellett van, de hogy ott hol, és ez egy nagyon jó kis út. Ez tök izgítás. 4 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébren. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a klasszon egy Bieber's dal után. Egy jó kis Bieber's után. A legjobb daluk még mindig. Ezt egyelőre nehéz lesz überelni, de szeretjük őket. Tehetségesek, ügyesek. És jóra való srácok. Bizony. A Puskás Peti, kedveljük őket. Így van. Puskásékat. Sikerült a dalnak. A Puskásban fogják valószínűleg elnyomni ezt a dalt az Imagine Dragons előtt. A betyárját. Sikerült továbbadni a lemezt, amit kaptál. Örültek neki nagyon. Jó van, örülök. Nem csomagolták ki, szerintem ők is tovább. Tudod, kaptunk Puskás Petitől, rendes volt, behozta Janinak, azonnal csillogott a szeme, egy karácsonyi kilőve. Így van. Ráadásul találtam nagyon kíméletes oldószert, amivel a dedikálást le tudtam róla szedni. Hát egy Janinak odaadsz egy használt távirányítót, hogy használ, hallgosítsa fel a tévét, akkor azt mondja, hogy köszönöm, megvan a karácsony ajándék valamelyik rokonnak. Nem, Jani, ez csak egy távirányító, és létszik, hogy adja tévére hangot, tehát hogy Janinak azért nem nehéz továbbadott ajándékot adni. Tehát, hogy... Újszerű állapotban adom tovább. Abszolút. Miskolc elkerülőn az M30-oson egy kamion keresztben fél sávon lehet csak kerülni, vigyázom, mindenki. Attila küldte nekünk. A Papszigeti kanyarban, a 11-es úton, Szentendrénél van egy trafi. Ott is vigyázzatok. Miskolc belvárosa elesett a hó miatt, hótolók sehol, ez szégyen, 10 cm hó mellett Milán. Ezt egyébként gyerekek, tényleg én sértem. Hogy ilyenkor hol vannak. Hát erre készülnek egész évben, majd háromszor 10 centi hó leesik egész évben, mert nem esik több hó, és eltűnnek, felszívódnak, és nem látod őket az utakon sokszor. De tényleg, és 3-6 centi hótól megbénul egy-egy város, ami fölött hófelhő van. Ezt egyszer valaki magyarázza már meg. Másik utakat takarítanak. Mondasz nem, ahol te vagy most. De ja, tiszta. Nyugi. Trafia Fehérvári elkerülőn a Madaras Tesco felé Bondilius küldte nekünk. Köszönjük szépen. Balázs, a Pataki azt üzente neked, bekaphatod, mert szórakoztál az aranyerével. Én nem tudom, hogy egyrészt hol üzente, kettőt ezt hol hallottad. Egyáltalán szórakoztunk a Pataki aranyerével. Mi nem. Arról beszéltünk, hogy vajon mi vezet arra magyar előadókat, hogy bemenjenek egy országos kereskedelmi TV reggeli műsorába, és elmondják, hogy nem sokára megműtik az aranyerüket. Véletlenül sem kinevettük. Hogy ezek ilyen intim rajta. Magánügyek, amiket az ebben nem nagyon tereget ki. És egyébként csak hangsúlyoznám, tehát hogyha nem tudjuk, hogy a Pataki Attilának mi, vagy ki mit adott át ebből a beszélgetésből, többször hangsúlyoztuk, nyilvánvalóan mielőbbi felépülést és jó egészséget kívánunk neki, de ettől függetlenül mi még nem értjük a jelenséget. Persze, nem szórakoztunk, csak beszélgettünk erről, mint jelenség, hogy hazai előadók, sztárok, celebek kórházi képeket posztolnak, és elmondják, hogy például aranyérműtétük lesz. Hát valahogy az ember ezt érvelsőségesebbnek gondolja. Erről beszéltünk, de nem szórakoztunk vele. A 8-es úton, a 3-as kilométernél mennek a rendőrök Mór felé, ez Dávid 94 küldte nekünk. Köszönjük szépen ezt az SMS-t is, valamint azt nézem, hogy volt még egy, igen, a Fehérvári úton a Csurgó út és az Andor utca között, a városközpont felé
baleset történt, és emiatt a villamos sineke terelik a forgalmat. Kalács kép küldte, ott is nagy lesz a dugó, vagy már az is lehet, hogy most is nagy. Én csinálom kellett magamnak egy kávét, ma olyan dolgot láttam egy pár perccel ezelőtt, ami megmondom őszintén, hogy azt éreztette velem, mint hogyha még mindig aludnék, még álmodnék, hogy a Feri pufasztott risszeletet evett. Finom volt. Isteni. Nem gondoltam volna, hogy ez a pillanat is eljön. Nem valamikor. Szeretném azért, ha az a teljesen régi Feri úgy tűnne el, hogy nem is létezett. Tényleg, ez a... fog háttalálni a disznónak, gyerekek. Sírva. Azért így maradjunk ki? Már annak, aminek elindult ez a műsor, tényleg. A karakterem belül, tehát a futsz, nem dohányzol, puffasztott rizst eszel, hát mi összefolynak a karakterek, hát ez nem jó. Tehát hogy hát azért azt gondoltam, hogy egy kis ropogást hallottam kintről, és gondoltam, hogy a Feri éppen az ujjait ropogtatja ki, hogy nekiálljon valamint, olyan fél kiló oldalasnak, vagy ilyesmi. Azt látom, hogy Feri ilyen, hát azt nem mondom, hogy jó ízűen, vagy nem, a szőrzetben nem láttam, hogy az arckifejezés az mondjuk ilyen ízé volt, ilyen tényleg élvezetet sugárzó arckifejezés volt, de a Feri ott ropogtatta kint, kis puffasztott is szeleteket. Hát ez van, gyerekek, megpróbáljuk, kipróbáljuk ezt is, milyen. Eddig tudtam, hogy ez a zabos dolog, amit tévisztek, az egy tévút. Most kezdek rájönni, hogy tényleg az. Puffasztott rizst, hogy mindjárt, hogy legyen, amit elszívja majd a zsír délután. Hát igen, alkoholt. Az alkoholt. Puffasztott. De miért ezt most fogyózol? Mert egyszerre fogyózol, egyszerre futsz, egyszerre nem lesznek jó vége. Ez kapuzárás? Tényleg az kezd lenni, most már nagyon úgy tűnik, hogy így. Ez azért ekkora váltást nincs, csak ha valami tudatalatti ilyen kapuzárási pánik indul. Hogy tehát most ez meg kell mutatni. Puffasztott rizs, futás, biciklizés, nem dohányzás, fogyókúrás. Most például nem bringázom ilyen hidegben. Hát jó. Mert az héten bringáztam. Igen, tehát most éppen nem, de hogy ez nem múlt el. Most éppen, hogy itt ültem, itt ülsz a mikrofon mögött. De mit, miről? Tehát ez már többről kell, hogy szóljon. Tehát itt ez egy ilyen életkori middle age krízisben vagy éppen? Az. Mit csinálsz? Valamiről ez már szól. Igen, hogy amikor elkezdted ütni ezt a nem dohányzós dolgot néhány évvel ezelőtt, ezt még így lepattintottam magamról, de másodpercek alatt. Tehát mondtam, igen, hogy hagyjalak már, házzal fölidegesítettelek, hagyjalak már. Igen. Vagy szépen mondtam, vagy csúnyán, de hogy nem érdekel ez engem. Ne vegyem el tőled legalább ezt. Ez se. Meg a csülköket ne vedd el, meg az italokat, meg a baráti társadal, meg egyébként is húzzál már francba. Az ugye elmúlt, és kellett találni valamit. Akkor jött a futás, és ahhoz, hogy ez menjen, hát gyerekek. Ahhoz puffasztott riske, abban van az energia, azt mondják. Abban van a sok energia az esti futáshoz, ahogy futok a disznó után. Remegve. Le kell dobni egy 10-est ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a 21-et. Teljesen elment az eszem. De visszaállok. Mire? Na, hova? Mi az, hogy mire? Ha végeztem. Ha megcsináltam a küldetést, akkor visszaállok. Na, az akkor lesz aztán totálisan értelmetlen az egész. Ne, kipipáltad, megcsináltad, behúztad. Érted? Megcsináltad az életedbe, ez az egyik kihívás. Most letettem a cigit, az már megvan. Most akkor itt egy újabb, ezt is megcsináljuk. Pótcselekvés egyébként a dohányzás ellen, mert az a baj, hogyha rendesen ennék, csinálhatsz bármit. És aztán visszajön a régi Feri, aki egy jó sikerült reggeli után szalon a bőrrel törli meg a száját. Azt most is, mert azért az íz meg kell, hogy maradjon. Tehát tényleg a Ferinek a ízé, a szőlőzsír helyett egy darab szalonna bőrke van. Hát, elképesztő vagy. Muszáj, tehát a régi Feri kezd eltűnni. Tehát ez már csak a műsor része, ez eszemiszom, dínom, dánom. Ide nekem közben pedig bringázol, puffasztott rizst teszel, tehát már nem tudom, melyik Feri a valódi. Az, aki a műsorban van, jövök, megyek, eszem, iszom, dinom, dánom, véres hurka, vagy pedig kikapcsolom a mikrofont, és futok, puffasztott rizst teszem, nem dohányzom, vagy ez, aki 200 eurósokkal szívja fel a zapkor. De ezt elmondom, hát itt valami nagyon komoly krízis van. Nagyon komoly krízis. Én ezt nem tagadom, hogy ezt most csinálom. Kettőt együtt nem lehet. Vagy ez a Feri van, vagy az. Tehát valamelyik Feri, le kell, hogy győzze valamelyik Ferit. Ez egy tudathasadásos állapot. Két Feri egyszerre hosszú távon nem tud létezni. Így van. Tehát ez egy skizoid állapot. Nincs egyszerre puffasztott, rizst eszem, fogyok, urázom, egészségesen korpát eszem, meg búzafűlevet, meg tekerek, meg eszem, iszom, dínom, dánom, nagy kaják, minden egyszerre, mert a kettő nem fér össze. De azért futsz, hogy nyugodtan nagy kajálj. És így nem jó? De a nagy kajával nem lesz fogyok, ura. Mondjuk igaz. Ugye? Tehát mondom, igen, a kettő hosszú távon nem fér össze. Valamelyik Ferinek le kell győzni valamelyik Ferit. Akkor ez most egy harc, bennem, belül? Nem, ez egy kapuzárási pánik, ezt így hívják. Nincs semmiféle harc. Ez egy klasszik
középkori kapuzárási pánik. És akkor mitől, ha most én bezárom a kaput, tehát hogy megtörténik az esemény, akkor utána nekem jó lesz? Hát nem, utána jön majd megint egy még durvább pánik, amikor majd vissza akarod kapni, ahogy hívják. Ja, akkor vissza akarod szeretni a végén felé. Egész hátos ilyen Kawasaki emblémákat fog kívülni. Pont egy Kawasaki? Tatak motoron, hogy milyen ilyen, azt veszel majd egy motort. Na az nem az én álmom, a motorozás. Én már lebeszéltem magam, én is elindulsz Balaton kerülő túrára egy ilyen Yamaha virágyóval a csapatod. De nagyon veszélyes. Igen, Balaton kerülő. Három ilyen, én majdnem 50-essel. És Béka nem lázad azért? Nem akarja visszakapni a régi felét? Nem, hát ilyen megértő asszony. Csendesen horkol és most mit mondjak erre? Valami van itt a háttérben, mert ez már egyre jobban nem tetszik ez az irány. Illetve tetszik, csak eltűnik a régi Feri. Nem? Futott, bringázom, szapkorpát teszem, én nem akarom ezt. Én eszem rendesen is, meg eszem ilyet is, mert bele kellett építeni az életembe. Megnézzük. Érted? A versenyig, amíg teljesítem a izét, aztán visszaállok. Ígérem. Most már csak az kell, hogy Noibi mellé odaálljál beigítek rámozni, és akkor tényleg kitagadnak a műsorból. Tehát akkor ha még bemersz odaállni, hogy Noibi. Agassi a múlt, Feri a jelen. Agassi már elment, de itt vagyok én. Éka, Agassi elment, már nem tudom, de már nagyon liek, ugye? De Ferit legalább el tudja kapni a részvényeset. Azaz, bizonyám. Nem vagyok benne. Mindig mondom a Norbinak, isteni szerencsét, hogy még nem öltek meg a részvényesét. 1000-ről 300-ra. Nagyon csúnya jövőkép ez neked, Norbikám. Nagyon csúnya jövőkép. Hosszú távú befektetés volt. Na, viszont van egy dolog, amiről még nem beszéltünk a héten, és borzolja a kedélyeket, és szerintem mindenkinek megvan róla a véleményem, hogy egy kicsit komolyabbra váltsunk, mert hát ebben a műsorban azért ilyenekről is szoktunk beszélni, komolyabb témákról, ugye. Én szerintem most már nincs az országban olyan ember, aki ne hallott volna arról, a fiatalemberről, aki hát én nem is találok rá igazából se jelzőt, se szót, se semmit, elképesztő brutális módon végzett ki ugye egy fiatal, magatehetetlen, beteg, nem beteg, igazából az eset szempontjából teljesen mindegy kiskutyát, és ezt teljesen hihetetlen módon az ő barátja, ismerőse felvette egy telefonnal. Ugye a videón az látszik, és nem akarom túlzottan elemezni a dolgot, hogy bent fekszik egy gödörben egy nagyon cuki, magatehetetlen kiskutya, tehát tényleg az embernek a szíve kifacsarodik, és áll felette ez a fiú egy baseball ütővel a kezében. Megdöbbentő a dolog, én csak addig néztem meg a videót, ameddig egy kereskedelmi csatorna is mutatta, hogy felemeli a baseball ütőt és lesújt a kutyára. És azt nem is tudja szerintem egy jobb érzésű ember már végignézni, mert tényleg nem bírod. És hát hatalmas felháborodást kelt, teljesen érthető okokból egyébként mindenkiben, állatvédőkben, kutyabarátokban, de még szerintem abban is, akinek nincs kutyája és kevésbé érzékeny az ilyen témákra, egy ilyen naturálisan ábrázolt videót, ha megnézel, hát az eszed megáll, hogy rengeteg kérdés merül föl az emberben, rengeteg kérdés a hatóság oldaláról, a törvényhozás oldaláról, az ítélkezés, a bíró ítélkezés szempontjából, és egyáltalán, hogy valakinek milyen lelkülete lehet, és hogy élhet így, hogy egy teljesen magatehetetlen, védtelen kiskutyát. Elmondása szerint egyébként ő csak átsegített, ugye, a másvilágra, a külvilágra, mert hogy a kutya elvileg, igen, elütötték, sok mindent olvastam, hogy elütötték, sérült volt, és hogy ő nem akarta, hogy szenvedjen. Hát ennek egyrészt... És ezt a humánus módját választotta. Tehát akkor fogom föl, beviszem egy állatorvoshoz, megnézetem, és ha valóban... ez történt, akkor az állatorvos megoldja és segít neki, hogy ne kelljen szenvednie. Tehát ez nyilván teljesen egyértelműen nem erről szól. Ez az állatkínzás ne továbbja. Tehát ennél nincsenek szavak. Vagy erre nincsenek szavak. És a sok kérdés az abból a szempontból merül fel, hogy egyrészt tényleg miért nem jutunk már el oda, hogy naponta, két naponta halld azt, hogy ezeket az embereket azonnal, kérdés nélkül, még azt mondom, nem akarok nagyon demagóg lenni, de hogy hosszú-hosszú tárgyalás nélkül is pillanatokon belül egy év, két év, három év letöltendő szabadságvesztése ítéljék. Tehát itt nincs helye annak, hogy büntetlen előéletű, itt nem lehet annak helye, hogy eddig nem követett el semmit, és ezért felfüggesztettet kap, mert hogy valahol ennek megállt kell szabni. Aztán ez egy megint egy másik kérdés, hogy van-e visszatartó ereje más hasonlóan, valójában nem túl okos, nem túl értelmes, állati módon gondolkodó embernél, hogy azt mondja, hogy kaphatok 5 évet, de nem teszem meg. Ez ugye egy vita lehet, hogy ez most visszatartaná őket, az elkövetőket, vagy nem. Igen.
Tehát, hogy nyerjék el a méltó büntetésüket. De hogy egyszerűen jusson el oda az ország, és jusson el oda mind a törvényhozás, az ítélkezés és a bírói gyakorlat is, hogy az ilyen embereknek nincs kegyelem. És nem lehet kegyelem, főleg annak, aki cinkos, aki elköveti, aki ott van, aki felveszi. Tehát ez a 21. században egyszerűen nem történhet meg, hogy így, ilyen brutális módon bánjunk el egy védtelen állattal. De más állattal. Tehát egész egyszerűen senki nem érdemel ilyenfajta elvárás. 2016-ban, bocsánat, tényleg még ott tartunk, hogy napról napra lehet akár olvasni híreket. Nyilván van egy csomó olyan állatvédő egyesület, meg közösség, akik osztanak meg ilyen posztokat, hogy halálra éheztetnek állatokat, hogy halálra vernek állatokat, hogy olyan körülmények között tartják őket, ami egyszerűen megdöbbentő. És sokszor úgy, hogy mondjuk hivatkoznak például az anyagi helyzetükre, úgy, hogy egyébként megkereshetnének olyan embereket, olyan társaságokat, olyan egyesületeket, akik segítenének nekik, de így sem. Sokszor olyat is lehet hallani, egészen megdöbbentő eset volt például egy embernek az ügye, aki néhány évvel ezelőtt majdnem halálra éheztetett egy tucatnyi lovat, őt elítélték, börtönbe is került, utána pedig visszaszolgáltatták nekik az állatokat, miután mert az ő jogos tulajdonosa. Hogy ezen kell egyszerűen változtatni. Mik ezek a döntések? Ugye felmerül a kérdés, felmerül a szülői felelősség, felmerül ugye, hogy itt talán egy polgármester vagy alpolgármester fiáról van szó. Hogy nekem nem sokban különbözik ez attól egyébként, hogyha valaki meg tud ölni egy állatot egy baseballütővel, akkor én ezzel az emberrel egyébként egy vitába keveredek, vagy haragszik a gyerekemre, vagy neki baja lesz, és neki ez a megoldás van a fejében. Akkor nagyjából mi különbözheti meg attól, hogy most baseballütőt emel egy kutyára, és holnap után egyébként egy gyerek elmegy mellette, és beszól neki, rosszat mond, vagy a játszótérre. Tehát nem tudom, hogy az ilyen típusú ember, vagy embernek mondható bárki, aki ilyet tesz, tényleg, az meg tud-e különböztetni például, mert neki ez a nyelve, így kommunikál, így fejezi ki a haragját, a dühét, a frusztrációját egy állatot egy embertől, és a következő lépés például nem az, hogy ilyen nyugodtan megteszi mondjuk a faluban egy másik gyerekkel, aki neki ártott, vagy úgy gondolja, hogy útban van. Tehát, hogy ezeket is mérlegelni kell, aki ilyen szinten, ilyen brutális erőszakot tud elkövetni, nem tudom, hogy tud-e valódi különbséget tenni. De ha nem bánt embert, és nem menjünk ennyire messzire, akkor is nem szabadna gondolkodni, nem szabadna előéletet vizsgálni, nem szabadna semmit. Erre tentő példaként azonnal azt kell mondani, hogy az ilyen ember vonuljon be börtönbe 2 évre, 3 évre, és ha csak 10-el kevesebb teszi meg azért, mert hallja, hogy elítélték, már nyert ügyünk van. De rossz a jogi szabályzás, tehát nincs erre lehetőség, vagy mi a bírák is azt mondják, hogy a bírák is azt mondják, hogy gyerekek, jó, hát egy kis kutya volt, hát most beteg. Nem, megnéztem mi? Egyébként olyan 300 eljárás indul körülbelül a bíróságokon évente. És ebből átlagosan körülbelül, ami azért megdöbbentő szám, 8-10 letöltendő börtönbüntetést is kap az elkövetett bűncselekményekért. Tehát egészen elenyésző az a szám, akiket valójában elítélnek. Vagy felfüggesztett, vagy mit tudom én, próbaidő, vagy büntetlen előéletű, ezért egy év felfüggesztett, nem tudom. De nincs valódi, vagy csak nagyon kevés valódi végrehajtott olyan ítélet, amikor ő letöltendő szabadságvesztést kap, és nem egy felfüggesztett. Hát most mondjuk meg egy ilyen embernek, vagy aki hasonlóan gondolkodik, most azt mondja, hogy egy év felfüggesztett, egyébként mennyi ugyanúgy, és a többinek, aki hasonlót akar elkövetni, mennyire visszatartó erő. Tehát, hogy egyszerűen valamint biztos, hogy változtatni kell, és azt olvasom is, hogy elindult egy nagyon nagy összefogás azért, hogy szigorítsanak azon, hogyha valaki állatot bánt, vagy kínoz, akkor ne legyen kegyelem. És nem lehet kegyelem. Hát tehát nem bánhatunk így a saját állatainkra. Igen, több állatvédő egyesület összefogott, a Tetovált Állatmentők, az Állatmentő Liga és az Állatmentő Szolgálat Alapítvány is, hogy szervezzenek. Egyelőre ott tart a dolog, hogy az engedélyeket megkérték, és február 20-ára terveznek egy nagyon komoly demonstrációt. Tehát ha én bíró lennék, és én azt látnám, hogy egy ilyen ügy, ilyen felháborodást kelt, akkor itt kell igazán példás visszatartó erejű ítéletet hozni. És azt mondani, hogy mostanáig tűrtük, nem tűrjük, lehetőségünk van rá, megnéztük a videót, letöltendő szabadságvesztés. Nincs más, nem? Ja, tehát nincs más lehetőséget. Ha most itt a bírói gyakorlat megint azt mondja majd, és az ítélkezési gyakorlat, hogy felfüggesztett 5 hónap, 3 hónap, olyan felháborodás lesz, ráadásul nincs visszatartó ereje. Én nem tudom, hogy valaki miért csinál ilyet. Tehát a szülőket is nagyon meg kell vizsgálni, és mindenkit meg kell vizsgálni. Itt van azért egy hozott minta otthonról, tehát hogy azért ez a fajta értékrendszer, ha ezt lehet egyáltalán annak nevezni, amit ez a fiú képvisel, vagy képviselt, remélhetőleg tényleg így múlt időben tudunk erről a dologról beszélni, az egyszerűen elfogadhatatlan. És a másik srác, aki fölvette.
Na, ő nem mit mondasz? Ő benne van? Nyilván benne van, ott volt, felvette, igen. Hát nem ő követte el, ugye ez nyilván mindig súlyosbító körülmény, enyhítő körülmény, ott volt, nem volt ott, hát azért a BTK ezt pontosan szabályozza. De ott volt, és ott volt, és részese volt, ennek végignézte, levideózta. És feltette az internetre. Tehát egész egyszerűen elképesztő. Elképesztő. Mi az oka, hogy nem ültetik le őket? Vagy mi az oka annak, hogy nem bánnak velük úgy, ahogy az ilyen típusú emberek egyszerűen megérdemelnék? Én nem értem. Kicsit olyan, mintha még mindig így elbagatelizálnák ezek az ügyeket. Tehát, hogy úgy tessék, lássuk, persze van állatvédelmi törvény, elviekben vannak olyan büntetési tételek, amiknek visszatartó erejük kellene, hogy legyen, de mivel ugye ezeknek a nagy része ezeknek az ítéleteknek felfüggesztett börtönbüntetés, ezért így valahogy így azt érzi az ember, mintha így nem vennék komolyan. Nem vennék komolyan a jogászok, a bírók sem. Igen, ugyanakkor halasz teljesen hülye szabályozásokat. Tehát ahelyett, hogy azt szigorítanák, hogy mi az elítélés, közben hallod, hogy szabályozzák, hogy most milyen kutyát, hogy tartsál láncon. A láncos sztori. A teljes őrület, és a teljes, nem is tudom, sötétség, hogy közben úgy próbálunk segíteni a kutyáknak, hogy akkor nem lehet láncon tartani, és ezzel azt idézzük elő, hogy rengeteg kutyát engednek el, altatnak el, harap meg kutyát, mert hogy vannak olyan kutyák, akiknek láncon van a helye. Ugye? És közben pedig nem hallott, hogy szigorítanák a büntetést, és azt, hogy ezek az emberek kapják meg a büntetésüket, vagy kapjanak valódi büntetést. És olyat, ami hosszú ideig ez a láncos sztori, ez kemény azért, tehát hogy azt kennellel szerintem meg lehet oldani, azért főleg mondjuk vidéki házakban tartanak lánc, ugye, tehát paneházban nem tartasz láncon kutyát, nyilvánvaló, tehát olyan helyen tartod, ahol van egy telked, ott van láncon a kutya, hogy ott miért nem lehet egy, nem tudom, 4x4 métert leválasztani, és miért nem lehet megoldani, tehát ez mind abból van, mert az ember bután áll hozzá. Tehát ezek az emberek, aki a baseball ütővel veri agyon a kiskutyát, aki láncra, szoros láncra fűzi a kutyáját, az mind butaságból adódó történet. Tehát minden meg lehetne oldani, csak ő nincs abban az értelmi állapotban, hogy ezt meglépje. És az viszont szomorú. Nagyon. Nem tudom, lenne visszatartó ereje egyébként? Hát azt hallott, hogy például a deteki alpolgármester fia bevadul a börtönbe és kap 4 évet, akkor az, aki gondolkozik majd ezen, hogy egy ásóval agyonverje holnap után egy másik falu kertjében egy kutyát, elgondolkozhat ezen, hogy nem teszem meg, mert bőrszerítem? Igen, igen, tényleg az ilyen precedens értékű büntetésekre szükség van. Tehát, hogy ezekről, és ezeket nyilvánosságra kell hozni, igenis beszélni kell róluk, igenis írni kell róluk, igenis be kell kerüljenek a híradóba, hogy XY ezt és ezt csinálta, megölt egy ártalmatlan és egyébként teljesen kiszolgáltatott állatot, és ezért kapott 3 év letöldendő börtönbüntetést. És ennek igenis kell, hogy érvényt szerezzenek, és igenis ennek lenne visszatartó ereje, szerintem legalábbis. Igen. Meg ezt érdemlik, tehát, hogy itt nincs kérdés. Igen. Itt van velünk dr. Pálinkás Viktória, jogász. Jó reggelt, Viki, hello, ciao. Jó reggelt. Te ebből írtad a diplomamunkádat, az állatkínzásért kirott büntetésekről, illetve a szankciókról? Hát, igen, konkrétan. Vagy azok hiányáról inkább? Inkább azok hiányáról, igazából föltártam egy hiányosságot, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban, hogy körülbelül hogy néz ki az egész állatvédelem, milyen szinten van szabályozva, milyen szankciókkal sújtják az állatkínzókat, illetőleg milyen megoldási javaslatokat tudnék erre kínálni. Mi a gyakorlat hiányának az oka? Tehát tényleg azt olvas az ember, hogy megkínozták, felfüggesztett, elkapták, pénzbüntetést, tehát hogy nincs valódi olyan bírói gyakorlat, amikor azt hallott, hogy hosszú-hosszú évekre valaki ezért börtönbe megy. Hát ez sajnálatos módon így van, viszont azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag Magyarországon ezzel egyedül vagyunk majdnem szinte az egész Európai Unióban. Ugyanis, hogyha körbe tekintünk, akár csak így nem messze tőlünk, mondjuk Szlovéniába, vagy akár Ausztriába, de mehetnénk mondjuk nem EU-s országban, mint például Bosznia-Hercegovinába, vagy például Szerbiába, ott is azt látnánk, hogy nagyon-nagyon durva szinten van szabályozva az állatvédelem. Minden állatvédőegyesület, vagy menhely, vagy akármi mögött ott áll az állam, támogatja, segíti őket, és az állatkínzókat olyan óriási szankciókkal sújtja, hogy szerintem kétszer meggondolják, hogy még egyszer elkövessenek bármi hülyeséget. Most csak egy példát mondok hirtelennyiben. Szlovéniában, hogyha valaki helytelenül tart állatot, és ez bírósági úton bebizonyosodik, akár 84 ezer eurós büntetést is kaphat. Tehát azért az 84 ezer euró az szerintem ott van. Az igen. És akár kaphat, vagy meg is kapja, mert itt is ugye elvileg kaphat 3 évig terjedő szabadságvesztés, de nem hallott, hogy valójában megkapnák. Ott akkor hát valójában megkapják. Van.
Ott valójában megkapják, igen. Nem feltétlenül mondom a 84 ezer eurót, de mondjuk Németországban már tudok mondani, amikor ténylegesen megkapták mondjuk a 25-27 ezer eurós büntetést, és emellett esetleg mondjuk egy fél éves letöltendő börtönbüntetést is rájuk szabtak. Szerinted a kettő közül minek van a nagyobb visszatartó ereje, egy nagyon-nagyon komoly pénzbüntetésnek, vagy mondjuk egy letöltendő börtönbüntetésnek? A letöltendő börtönbüntetésnek mindenképpen visszatartóbb ereje van, nem feltétlenül mondom, hogy 100%-ban, de én is inkább arra hajlanék, hogy ne feltétlenül az legyen, hogy az emberekre minél nagyobb pénzbírságot kiszabjanak, hanem igenis legyen ott egy komoly büntetés, lebegjen a fejük fölött, hogy ha valami hülyeséget csinálnak, állatot kínoznak, akkor igenis annak meg lesz a szankciója, és nem pedig olyan formában, hogy kifizetnek röhögve. Magyarországon ugye 150 ezer forint ugye a maximális bírság, amit ki tudnának szabni, kifizetik 150 ezer forintot röhögve, és két nap múlva ugyanúgy el fogják követni. Az a baj szerintem, hogy nagyon éles határvonalat tartunk még az ember ellen elkövetett és az állat ellen elkövetett bűncselekmény ellen, és nem az embert akarom lehozni az állat szintjére, hanem az állatot felemelni az ember szintjére, és azt mondani, hogy élőlény, élőlény. Igen. Kell nyilván különbséget tenni egy elpusztított macska és egy elpusztított ember között, nyilván kell, de túl éles a határvonal az ítélkezésben, és azt mondjuk, hogy egy kutya, egy macska, egy emberért adom, egy kutyáért, egy macskáért nem. Hát aki baseballütővel ilyen kegyetlen módon egy állattal el tud bánni, már csak azért is meg kell tőle védeni a társadalmat egyébként, mert ki tudja, hogy holnap nem a te gyereket kerül le a keze közé. Nem tudod, hogy tud-e valójában az érzelmi intelligenciája alapján, hogy van ilyen neki különbséget tenni, nem? Tehát ezért is meg kell akadályozni azt, hogy valaki ilyen kegyetlenül elbánhasson egy állattal, mert ezek az emberek valójában nem csak az állatokra veszélyesek, hanem a társadalom többi tagjára is, az emberekre is. Mert holnap baja lehet egy védtelen gyerekkel is, akár. Nem tud különbséget tenni, nem? És akkor ugyanígy fogja megoldani. Hát ez a probléma megoldó képlete, ő ezt egy baseballütővel fogja nagy valószínűséggel megoldani. Ez tökéletesen jól látott. Csányi Vilmos mondta, hogy aki állatot kínoz, az emberre készül. Tökéletesen összefoglalja a lényeget. De milyen szép mondás, és mennyire így van. Tehát ma egy állatot ölök meg, ha az örömet okoz, abban én kielégülök, és ha egyre többre és többre vágyom, akkor lehet, hogy eljutok oda, hogy holnap után veszélyes leszek a társadalomra, és mondjuk embert fogok ölni. Tehát ezt azoknak is tudomásul kellene venni, akik tényleg meghozzák az ítéletet, mint bírói gyakorlat, illetve a törvényhozóknak, hogy még jobban szigorítani. Nincs más megoldás. Ez így van. Amikor a BTK-nak a kodifikációja volt, akkor nagyon sok állatvédő szervezet írt petíciót, vagy bármilyen beadványt arra nézve, hogy milyen javaslataik vannak ugye az állatkínzásnak a újragondolására, hogy pontosan mit is kellene igazából csinálni. A jelenleg hatályos BTK-ban ugyanúgy van szabályozva az állatkínzás, mint a korábbiban. Semmi nem változott igazából, ugyanúgy az alapesetben 2 évig büntetik, hogyha minősített esetet különös kegyetlenséggel követik el azt az adott állatkínzást, akkor azt maximum 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik. Se adja meg, az a baj. Mert azért most ebben az esetben egy különös kegyetlenséggel elkövetettről beszélünk, ez 3 év lenne. Lesz-e 3 év, ez a kérdés? Nem feltétlenül. Tehát akkor azt mondod, hogy a jogalkotók és az állatvédők között, akik naponta szembesülnek ezekkel a problémákkal, nincsen semmiféle párbeszéd? Hát majdnem szinte ehhez lehet mondani. Tehát ilyen álpárbeszédek vannak, meghallgatják, amiket akarunk mondani, és egyébként magasról tojnak le, hogy így fogalmazzak. Igazából, amikor én is ugye hát több állatvédő szervezettel és kollégákkal együtt így leültünk, hogy átgondoljuk, hogy konkrétan mit is szeretnénk elérni, az első, amit megfogalmaztunk, az volt, hogy ez az állatkínzás tényállás, ez legyen eredmény bűncselekmény. A például testi sértéshez hasonlóan. Elmagyarázom, hogy ez körülbelül mit jelent, és mi az, ami ugye a jelenlegi BTK tényállásában nagyon nagy hiba. Az eredmény bűncselekmény az azt jelenti, hogyha mondjuk ugye jogszabály szöveget idézek, hogyha ugye az állatnak maradandó egészségkárokozást vagy halált okoz, akkor ugye x ideig terjedően büntethető. Viszont ha nem okoz az az adott cselekmény eredménykárosodást, tehát ilyen esetben mondjuk, hogyha egy kutyának eltörik a lábát, viszont a kutyának a csontja utóbb összefor, és nem marad semmilyen heg, meg semmi hibája, meg tehát teljesen tökéletes lesz a kutyának a lába, akkor nem következik be eredmény. Elképesztő. Hát ilyen elképesztő. Szinte olyan, mintha meg se történt volna, hisz meg gyógyul. Szó szerint. Így van. És itt van a legnagyobb hibája ennek.
Igen, tehát a gazdája, hát nevezzük így valahogy, tehát a tartója akár mondjuk ilyen negyedéves rendszerességgel meg is kínoszhatja a kutyát, hogyha az begyógyul az a sebb, hogyha nem marad semmiféle különösebb nyoma, akkor megteheti. Igazából itt van mondjuk az állatvédelmi törvényben egy olyan passzus, hogy a jó gazda gondossága, ezt mondjuk rá lehetne húzni még arra, hogy mondjuk nem feltétlenül tök jó dolog, hogyha egy kutyát fél évente bármilyen formában is megkínoz, vagy akár csak bántalmazza. Igazából itt viszont ugye az állatvédelmi törvény csak egy pénzbírság kiszabását rendelheti el, mert ugye az még elvileg nem bűncselekménynek minősül. A bűncselekmény az az, hogyha konkrétan állatot kínoz, tehát... Igen. Ami pénzbírságot, ahogy te is mondtad, legtöbbször rövögve kicsengetnek, aztán kész, menjünk tovább. Hát általában ez van, igen. Tehát ugye a BTK-ban a szövegrészben ugyan nincs benne, tehát ugye a tényállásnál, hogy csak azzal, hogy 2 évig, illetőleg 3 évig terjedő szabadságvesztésre büntethetik, viszont ugye a büntető törvénykönyvnek a legelején van egy olyan rendelkezés, hogyha 3 évet nem haladja meg a büntetés, akkor a büntetés mellett pénzbírságot vagy közérdekű munkát is kiszabhatnak. Úgyhogy igazából mind a háromra lehetőséget adnak a bíróknak. Legtöbbször egyébként elintézik ilyen felfüggesztett büntetéssel. Hát köszönjük szépen, Viki, hogy ezeket elmondtad nekünk, sokat segítettél. Egyelőre szomorú a kép, de reméljük, hogy ez akár hát ezen reméljük. Szomorú eset hatására egy kicsit szigorodni fog és változni. És nem csak maga a büntetés kiszabása, hanem az elkapás, a felderítés, a fülöncsípés, tehát ugye abban is kell szigorodni, az, hogy igen. Valójában ott érezik, hogy nem tehetem meg, nem csak azért, mert leültetnek, nem tehetem meg, mert valószínű elkapnak, felnyom a szomszéd, és valójában megkapom a büntetést. Ugye hát ez igen. Már egy másik téma lenne, hogy hányat derítenek föl. Egyébként nyilván minimális a százalék. Viki, köszi, hogy beszéltünk. Csáó, köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük szépen, Mikes Viktória jogásznak. Köszönjük szépen. Hát és hogyha valaki esetleg ott szeretne lenni, akkor február 20-ára tervezik ezt a bizonyos demonstrációt. Figyeljétek, még egyelőre a helyszín nincsen meg, de több mint valószínű, hogy ez össze fog jönni. Bizony, így van, február 20-án lesz egy nagy-nagy tüntetés, igen, hogy kicsit szigorítsanak, de jogos egyébként abszolút. 8:30 volt pontosan, 9 perccel, jövünk mindjárt Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 3 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon komoly ügyről beszélgettünk ugye a hírek előtt, a deteki alpolgármester fiáról, aki különös kegyetlenséggel ugye elpusztított egy védtelen, magatehetetlen, sérült vagy nem sérült kiskutyát, igazából teljesen mindegy az ügy szempontjából, semmiféleképpen nem érdemelte meg ezt a dolgot, még akkor sem, ha már a kutyának nem volt esélye a túlélésen, ezt így nem levideózva kegyetlenül, tudjuk, nem vagyunk álszentek, ez naponta meg történik, hogy egy macska lefé a 10-et, engednek vizet a vödörbe, és 8-at beledobnak, nem kell, mert sok. Tehát ugye ez régen is megtörtént, ez most is megtörténik. Nálunk szokott menni kicsi fia. Mégis azért ez az ügy, ugye hát borzolja a kedélyeket, és nagyon sok állatvédő. Egyébként szerintem joggal legalább szigorú büntetést várna, és hogy szigorítsanak a szabályozási rendszeren, és igenis kapjanak valódi letöltendő büntetést. Na de akkor fordítsunk egyet a vitán. Ez nem is vita, mert ez mindenki egyetért. Csak filozofálgassunk kicsit akkor, hogy... Ez egy alapfelvetés, hogy aki állatot kínoz, az kapjon börtönbüntetést. Akkor kérdezem én, bejöjj hozzám egy patkány, mondjuk indítsuk innen, de most csak tényleg filozofálok, egyetértek én is azzal, amit elhangzott. Én kirakok patkánymérget, megölöm. Különbséget teszünk akkor állat és állat között? A kutya értékesebb, mint a patkány? Csirke, berakom egy üzembe, feldolgozom, rettenetes körülmények között tartom, etetem. Lehet ilyen egymásra tapost hozni. Levágom, megeszem, profitot termel. Akkor azok a csirkék egyébként megérdemlik? De a kutya a baseball ütővel való elpusztítás, nyilván nem hangsúlyozom, nem, csak vitatkozom. Vagy kimegyek a kertembe, és ott egy kártékony állatot én megsemmisítek. Akkor én nem követek el semmit, de ha megölök egy másik állatot, akkor igen. Kártékony állat, haszonállat és kedvtelési állat. Uh-huh. 3 kategóriát mondtál rögtön. Tehát haszonállat, csirke, kártékony, patkány, kedvtelési. Na de állat. Vagy én minden, mert eldöntöm, hogy te ilyen állat vagy, téged megölhetlek. Te ilyen állat vagy, téged nem hagyom, hogy megöljenek. Mondom, most csak úgy filozofálgatok. Hát nyilván elítélem ezt a dolgot. Csak kérdezek. Tehát, hogy eset és eset között sem lehet ilyen értelemben párhuzamot, persze élet és életről van szó, de ugyanakkor mondjuk akkor nem is kell messzire menni, nem kell patkányozni, nem kell csirkézni. Mi van, hogyha megtámad mondjuk egy kutya, és önvédelemből ölöd meg? Oké, okay, de ott van egy jogos megölted, védelem, megölted. Egy baseball ütővel agyonversz egy kutyát. Mondom, miért? Más. Mert megtámadott. Védted az életedet, vagy a gyereknek az életét. Na de akkor mégis valódi okod volt rá, hogy életet mentsél. Ez szerintem egyértelmű. Hobbi vadász vagyok.
Nem azért nem megyek. Is mondtad. Nem azért megyek ki, hogy megöljem a nyulat, mert kártékony, vagy a vadisztot, mert megzabálja a kukoricát és elszaporodott, és én, ha már nincs csúcsragadozó, mert emberként kiirtottam, rendben tartom a gazdálkodást és az állatokat, hanem azért megyek ki, mert hobbi vadász vagyok. Puskát ragadok, és lelövök egy szarvas, mert a kedvem úgy szottyant, hogy én vasárnap vadász. Nem fogsz lelőni, ezt elmondom neked, hogy be fogsz menni a izébe. A vadásztársasághoz is ők azt mondják, hogy igen, most tudsz szarvas lőni, mert sok van belőle. Erről beszélek, akkor bemegyek egy olyan vasárnapon, amikor egyébként sok van belőle, és van kilövési engedély, és én picit urizálva vasárnap elmegyek szarvast lőni. Megtehetem, mert a törvény megengedi, de kutyát nem ölhetek? Csak kérdezem. Nem, mert te azért mehetsz el kilőni egy szarvast, igen? Mert éppen szarvasból akkor több van, tehát a szabályozásnak a következménye az, hogy te elmehetsz szarvasból és vadászhatsz. Több van, tehát néhány ember úgy döntött, hogy most megadom az engedélyt, hogy ölj állatot, mert belőle több van. Tehát a szarvasra akkor azt mondom, lőd ki nyugodtan, megengedem. De a kutyát ne bánts, mert nem engedem meg. Hol van a különbség? Én, mint ember, döntök a szarvas sorsára, és azt mondom, lőd ki, hiszen sok van belőle, nem állat, nem érző állat, nincs ilyen kicsinyei, nem ugyanolyan, mint egy kutya. De a kutyát ne bánsd. Ne bánsd a kutyát, mert a kutya-kutya azt viszont szabályozó. Igen, de menj vasárnap, lőj szarvas. Most próbálok egy másik álláspontot képviselni. Most nem könnyű. Én most csak filozofálgatok, hogy azért ez egy érdekes dolog. A vadász erre azt mondja, hogy ha túlszaporodik az a bizonyos faj, meg hogy sokkal több példány lesz belőle, mint amennyit egyébként elbír az erdő vagy a föld, vagy amennyinek elég takarmányt tudnak kivinni tére, akkor azok kártékonyá válnak, mert akkor be fognak menni a vetésbe, mert akkor le fogják legelni a terményeket. És nincs már ellensége, nincs pont, farkas. A vadászat ilyen típusú céljában nem vitatkozom. Nem ő lövi le, hanem kiadja neked az engedélyt. Tehát ez ugyanaz a dolog, azért nem jó a példa. Itt nyilván benne van az, hogy ahogy kivégezték ezt a kutyát, mert ez egy kivégzés volt, tehát ahogy tette, és hogy akivel tette egy kutyussal. Értelmetlen dolog volt. Igen, ha alapjaiban nézed, akkor valóban nincs különbség. A patkány elpusztítása méreggel, plő vagy csapdával. Közben nyilván értem a különbségeket, persze, nagyon nagy különbség van, de mégis azért az ember is sokszor milyen álszenten tud gondolkodni. Hogy megölöm az állatot, profitot termel, persze, eladok belőle nagyon sokat, azzal nincs baj, hogy meg nyugodtan. Ugye? De azért szabályozzuk, hogy a kutyát ne bántsa. Én is egyet értek azzal, hogy szabályozzuk, és nagyon fontos, hogy ne látjanak ilyen videók, ne szülessenek ilyen videók, és az ember megtanulja tisztelni az állatot. De közben az ember gyarló is szent, mert egyébként elítéli azt, aki ezt megteszi, és én is elítélem, de ugyanaz az ember egyébként egy puskával a vállán kivonul, hát és nem azt mondom, hogy az a típusú vadász, aki rendben tartja az erdőgazdálkodásodat és az állatokat és a populációt azért, hogy ne rogálják meg a kukoricát, hanem mert ő most kimenne egy kicsit lőni, és kimegy vadászni. Érted? Érted, milyen érdekesen működik az ember ugyanakkor? Ezt megmagyarázom és megideologizálom, hogy lehet, és nem mondom, hogy ugyanolyan állat, de azért ezt közben szankcionálom, tiltom, és azt mondom, hogy ezt nem lehet, mert ez egy érző állat, valóban ne pusztítsunk el így állatot. De akkor ne pusztítsunk el úgyse, érted? Szóval, hogy nehéz. Hát igen, ez ilyen. De közben karba kell tartani, tökre értem. Mikrogrammokkal való súlyozás, az csak érdekes kérdéseket vet föl a dolog. Megmondjuk, hogy lehet ezt mondani, meg mondom, tehát fura, hogy furák ezek az érvek az én számol, de hogy mondjuk egy igazi vadász, az nyilván humánusan öli meg azt az állatot, és nem pedig oda megy, és agyonveri puskatussal. Így van. És a kutyás ügyben, persze, ha tényleg ez az igazság, hogy, igen, de tényleg ez az igazság, hogy a kutya beteg volt, vagy elütötték már, akkor nincs, állatorvoshoz beviszem. Nincs különbség. Orvoshoz viszem, és az orvos azt mondja, hogy nem lehet meggyógyítani, akkor kérem szépen, és elaltatja. De továbbra is fenntartom, amit az előző fél órában, hogy az ilyen embert büntessék meg, hogy szigorítsanak, hogy szankcionálják, tehát senki ne azt gondolja, hogy ezen hangos gondolkodás most arról szólt, hogy akkor őket mentjük föl. Ezt ne is értsétek így, ne akarjátok így érteni, és hallgassátok meg az előző fél órát. Most csak hangosan gondolkodtam, hogy azért közben az ember érdekesen működhet, hogy mégis különbséget tesz állat és állat között. Kell is különbséget tenni, mert egyébként egy kevésbé szabályozott hülye társadalomban élnénk, ahol mindent lehet és semmit nem lehet. Csak fura, de kitartok amellett, hogy igen, az ilyen ember az abszolút büntetést érdemel, és ezt nem lehet hagyni senkinek soha, és szigorítani kell, és valójában letöltendő büntetést kell adni. Ez kettelési, agresszív kivégzési módszer volt, amit láttunk a kutya esetében. Nem megmagyarázható, nem, és semmi nem felmenthető. Semmiképpen nem. Én voltam vadászaton, soha nem ölnék meg állatot, én ott megértettem, hogy ez valójában miről szól.
sose akkor értem mit jössz hogy... ezzel a vadásztoriddal? Csak most hangosan gondolkodtam, sose, nem, én valami, nem az igazi vadászokról beszélek, igen, hanem azokról, ahol... Nem tudunk minden beszélgetésbe behozni mindenkit, egy csirketenyésztőt, egy nem, én azokat nem értem, akik fognak egy kétcsöves puskát, kimennek Afrikába és lelőnek egy zsiráfot, nekem soha senki nem fogja tudni megmagyarázni, hogy ez mekkora élmény, hú de nagy dolog le, és ráteszi a lábát, és akkor ott csinál egy bicepshoz, hú de nagy élmény, 600 méterről kilőni egy zsiráfot a szemek közé. Az, ha egy körömollóval levadászná. Fogj egy kést, azt birkozz meg az oroszlán. Én ebben semmit nem látok, de nyilván értem a vadászat célját, értelmét, funkcióját, főleg úgy, hogy már megöltünk mindenkit és minden élőlényt, ami ezt régen karban tartotta. Tehát abszolút kell, és vannak valójában kártékony állatok, csak érdekes. Na mindegy, jó, ne filozofálgassunk tovább, reméljük, hogy ez a dolog. Ez megkeseredik este majd a disznótoros a szálfogóban. Ugye a disznóölés is. Magyarázd meg a disznónak, hogy téged azért tartalak, mert megöllek. Haszonállat. Haszonállat, hogy eldöntöttem. De nem különös kegyetlenséggel ölöd meg a disznót. Hát azért az áramnak senki nem örül, mikor a fejébe vezetik. Eszem disznóhúst, teszem hozzá, csak érdekes a vita. Ugye? Hogy azért, amikor rángatod ki az olból, visít a kicsinye előtt, akkor nem különös kegyetlenséggel öllek meg, nem akarlak bántani, csak haszonállat. Vagy én emberként eldöntöttem. Már disznót ki, nem rángatunk. Meg Feri, tudod, hogy ez teljesen más fogalom nálad, meg nálam. Tehát ami nekem különleges kegyetlenség, az nálad egy fogmos. Tök normális dolog. Február 20-án lesz egyébként ez a tüntetés, menjen el, aki tud, és valóban használjunk ki minden lehetőséget, és állatvédő szervezetet, fórumot arra, hogy szigorítsanak. Még egyszer mondom, senki ne érezze azt, hogy ezen eszpe futtatás feloldása volt az előző fél órának, csak az ember azért sok mindenen gondolkodik. Mutatjuk a beugrót, jó? Hogy mit kell ma kitalálnotok? Ha szeretnétek hármasugrást játszani, figyeljetek! Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, figyelj mindenki! Már le is ment. Tessé? Bocsánat. Hogyan? Még egyszer. Na, még egyszer. Jó. Egy hosszú van benne, az könnyű felismerni, és akkor amellé kell még pattintani egyet. Tegyetek egyet, valahogy próbáljátok összetenni. Itt péntek van. Régen volt, hetek nagyon, óta. Nagyon-nagyon régen volt. Már várjuk az őszinte kérdéseket. Ha ti is várjátok, majdnem mindig őszinte válaszok. Így van. Péntek van az utolsó fél óra, ugye rólatok szól, drága hallgatók. Nagyon sokan szeretitek ezt a rovatot. Hál' Isten, mi ennek örülünk, sokan reklamálnak mindig a rovat végig, hogy miért csak ennyi, miért nem tudtunk minden kérdést megválaszolni. Ha valaki esetleg nem tudná, idén csatlakozott hozzánk. Pénteken az utolsó fél óra, ahogy mondtam, mindig a hallgatókról szól. Elküldhetek bármilyen kérdést, ami benneteket foglalkoztat, segíteni tudunk, megválaszoljuk. Egyfajta interaktív beszélgetés a hallgatókkal. Ezt hosszú-hosszú évek óta kértétek már, hogy legyen. Sokkal több időt erre nem tudtunk szállni, de ez a fél óra azt gondoljuk nagyon hasznos. Ami benneteket foglalkoztat, érdekel, vagy csak szeretnétek rá választ kapni, küldjetek el. A teljesség igénye nélkül megpróbáljuk ezeket megválaszolni. Konkrét személyre szabott provokatív kérdésekre is, válaszolunk néha. Amíg el nem olvassuk, addig időszunk lesz. Jó, SMS számunk változatlan 0670-645-0000, jövünk a hírek után. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello! 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 Sziasztok! Na mi van? Kivel? Hát csak, hogy ja. Barátkozom. Nagyon sok kérdés, nagyon sok kérdés. Előtte gyorsan egy-két közlekedés hír. Régi 5-ösön a 106-os kavisnál van egy trafi. Monki küldte nekünk, Monki, köszönjük szépen. M1-es Győr felé 87-es kilométernél szintén felüljáró van, illetve felüljárón van a trafi. Zalán írta nekünk, úgyhogy ott is vigyázzatok. Miskolcon havazik, még mindig állítólag, úgyhogy csúsznak az utak. Figyeljetek, vigyázzatok magatokra és a többiekre. Aztán azt nézem még, hogy mik vannak. Csak lelassult az internetem. Elfogyott a net. Vége a netnek. Ez nálatok van? Pont a hóról jött eszembe, hogy havas képeket nézegetek. Idén lefényképeztem, hogy milyen a hó.
hogy később legyen majd. Az unokáim már nem fogják ismerni. Négyes főúton Pilisen Ceglét felülmenőket mérik, vigyázzon mindenki, valami nagykörös köcsér közt, baleset, két autó az árokban, félpályán halad, csak a kicsi forgalom, nyuszi fésze küldte nekünk. 11-es út Szentendre, Papszigeti kanyarban trafiban vigyázzatok, valamint a Madaras Tesco felé, a Fehérvári elkerülőn szintén trafi, Bondiolis küldte nekünk. M3-as Miskolc felé egy sáv tiszta valamelyest üzeni Attila, valamint Sázs, Nagykanizsa trafi, akadály és csapadékmentes. Jó volt ez a Madonna dal. Jó, jó, jó. Jó lenne egy picit többet hallani. Madonnákat. Nem, jogos, igen, abszolút igen. Jogos. Hát szenzációs. Ezek a nagy klasszikusok, ahogy a Michael Jacksonnak minden alkalommal tudsz örülni, érted? Akkor úgy ennek is. Így van. Michael Jackson, Madonna, Prince, Hollywood. Most mi baj a Hollywood örvényesen? Semmi, így kívülről tudom mi. Na, nézzük a kérdéseket? Lehet, jöhet, hajrá. Ugye péntek van, ezt pedig a kérdés... Nem volt ennek egy zsingője? Hát akkor meg vérre figyelsz oda jobban! Told már a segge alá, mit bélázol! Na figyeljetek, kezdünk! Kérdezz, felelünk! Ez az őszinteség órája! Ez az. Erre nem is emlékeztem. Aha. Ez is nem adjuk le többet. Na. Múltkor is ezt mondtam. Ugye? Hogy következetes vagyok önmagamhoz, a hallgatókhoz, hozzátok. Tehát ha valami nem tetszik, az nem azért nem tetszik, mert aznap olyan napom van, hanem rá egy hónapra, mert hogy körülbelül ekkor volt utoljára ez a rovat. Ugyanúgy érzem, hogy ezt. És a nagyobb baj, hogy miért nem gyártottátok újra? Tudod? Igen. Az a kisebb baj, hogy egy hónap is ezt mondtam, a nagyobb baj, hogy miért nincs új. Kész az új? Na. Hát vannak egészen fogós kérdések, amikre azért nehéz válaszolni röviden. Jött egy ilyen, hát ennél általánosabbat, közben ennél mélyebbet és ennél nehezebbet, de ennél könnyebbet kérdezni, nehéz, kinek milyen a világnézete. Ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik, ennél jobb csak az, mire, hogy a... Mit tudunk erre mondani? Az, hogy hogy lehet. Bari Peri, ami csak ez mi is csodát? Hát szerintem nekem egészséges. Hát mindenki ezt gondolja saját magáról. Hát, tehát, azért ennyire az nem, ember... nekem egyébként nagyon torz. Ez, mindenki hasonlóan gondolkodik róla. Igen, csak nem árulj el. És ebben egységes állapos képvisel mindenki. Ebben is meg tudnak erősíteni, hogy mindenki ezt gondolja róla. Így van. Anna hány nap alatt lett kész a stresszoldó színezővel, Veronika kérdezi. A gyerekek Annától bármit is kérdezni, baromi nehéz, mert állandóan trécsel. Így állandóan van, trécsel. Úgy csinál, mintha vágna. A nők agyában a sok beszéd örömhormont vált ki, ezért szeretnek pletykálkodni, mert közben örömhormon termelődik. Tudtátok? A férfi agyában ugyanez nincs meg. Ezért szeretnek a nők sokat beszélni, mert közben folyamatosan termelődik. Gástól, vagy az információtól? Valahogy az információtól, a beszédtől, igen. Igen, egyfajta örömhormon termelődik. Hát nézzetek rá. Folyamatosan vigyorog és folyamatosan beszél. Ha Anna megválaszolja, akkor segítünk. Jó? Mit tegyek? 3 éves lányom verekszik, kérdezi egy hallgató. Az Ovi-ban szeptember 7-én kezdte, nincs olyan nap, hogy ne ütné meg valamelyik társát, itthon nem jellemző rá. Igaz, nincs kivel verekednie, mert egy gyerek. Nekem, mint szülőnek mit kéne tennem azon kívül, hogy elmagyarázom neki, hogy ez csúnya dolog, nem szabad, mert fáj a másiknak. Szakkönyvek 80%-a azt mondja, ez otthonról származik. Viszont ez nem valószínű, mert itthon apa németben dolgozik, csak 4 hetente találkozunk. Hát akkor már. Akkor egyébként meg is van az oka, igen. Az óvónők nem pártolják a büntetést, így nem is alkalmazzák, bár vannak esetek, amikor nincs más választásuk, akkor muszáj elültetniük a többiektől. Hát én mindenképp azt csinálom, hogy a többieknek bentre az óvodába vennék fogvédőt. Igazán rendes vagy, illetve a gyereknek boxkesztyűt, hogy ne fájjon annyira, hogy üt. Igen, olvastam egyszer elő egy érdekes dolgot, ami azt mondja, hogy mivel még nincs más nyelvük arra, hogy kifejezzék a bennük lévő indulatot, haragot, stresszt, szorongást, frusztrációt akár, amit okozhat egy szülő 4 hetenkénti látása is. Ezért a legegyszerűbb módon tudják ezt most még kifejezni, hiszen meg kell tanulni az érzelmeidet kifejezni. Aha. Gyerekként is, hogy most ilyen állapotban vagy, elmondott, beszélsz róla, az maga a testi kontaktus, vagyis hogy oda csap. Tehát ez nem feltétlen kóros, csak ki akar fejezni valamit, amit most még nem biztos, hogy ki tud. És nem feltétlen azért verekszik egy gyerek, mert otthon látja, hanem mert még nem tudja máshogy elmondani, hogy hiányzik apa, hiányzik anya, emiatt, vagy amiatt szorongok, vagy ez, vagy az, nekem nem jó az életemben. Leginkább nyilván a szülő-gyerek kapcsolatról van szó. Jó, de 25 gyerekből nem mindenki verekszik. A többieknek nincs szorongása. Lehet, hogy vagy... nekik is van, vagy lehet, már másképp dolgozzák föl. Vagy másképp dolgozzák föl, vagy nem így, de hogy ez ebben az élethelyzetben, életkorban, ez még természetes, csak mutat valamilyen tünetet, amit a szülőnek meg kell találni, hogy miért fejezi ki így a gyerek. Sőt, amikor a gyerek a szülőt veri is, akkor azt mondják, hogy azért veri sokszor a szülőt a gyerek, mondjuk 2-3 évesen, vagy csapoda, ez nagyon érdekes, mert hogy ugyanaz az ember ellen fordítja a haragját, akit nagyon szeret, mert nem tudja még más ellen fordítani.
De azért nem gyűlölhet még más. Tehát nem tudja még máshol, máshol, máshogyan kifejezni, ezért ugyanúgy megöleli szeret, de a következő pillanatban nagyon sok két-három éves gyerek veri erőből az anyját, mert ugyanazon személy felé tudja még csak azt visszaadni, és azon levezetni a haragját és a dühét, és egyszerre ezért ilyen ambivalens érzelmeket mutat a gyerek. Tök érdekes, hogy nincs még egy másik lehetőség, hogy máshol fejezze ki. Na, de valami miatt. De oka van. Oka van. Ennek oka van. Következő kérdés, nem frusztrál, hogy ilyen okos vagy, Balázs? Néha igen. Azt mondja, hogy Feri, tőled kérdezném a következőt, hogy a kereskedelmi tévé főzőműsorokban, a halatortában, amikor főztök, saját zsebből fizetitek a kaját, vagy ad a csatorna egy adott összeget, amit elkölthettek, amikor elmentek bevásárolni, hallgass, december óta ezen rágódom. Megőrülök, ha nem tudom, csak egy szót kérek. Úristen, hát az van, hogy ilyenkor... Te több ilyen műsorban voltál, én illetve voltam, abban többször. Nem, voltam az RTL-en is, meg voltam az összeset végig hagnisztad, ezzel egy orfőző? Meghívtak, de aranyosak voltam, meg is nyertem egyébként, na mindegy. Jó, persze. Kicsit kellemetlen. Jó, hát ez... Hát én például úgy csináltam, ugye, hogy saját lakásban, mert nagyon sokan nem mutatják meg a lakásukat, nekem nem volt mit szégyelni, úgyhogy nálam lehetett főzni, de nagyon sokan másoknál, hogy én például arra az egy napra fölírtam a villanyóra állását is, hiszen ugye a forgatáson nagyon, hát nagyon sok reflektort bejön. Használnak. Tényleg. Ugye nagy fény kell a kameráknak, tehát marha nagy a izé. Na, félre tehát a komoly dolog az az, hogy ők fizetik egyébként, tehát elmentek együtt bevásárolni, és mindent a stáb fizet. Én vettem egy nagy részét. Korlátlanul? Tehát azt mondják, hogy bármi, amit veszel, azt ott áll mögötted a szerkesztő egy kis pénztárcával a kezében, hát és fizeti? Meg kell magyarázni, mondjuk, hogyha négy láda friss osztrigát veszel meg a piacon. És utána nem jelenik meg a forgatáson. Igen. Két diszperzitet, egy a dégóból egy szőnyeget a gyerekszobába. Valami szép bordűrt, hogyha lehet legyen milliómos. Két új fregolit és egy vasaló veszély. És egy téli gumiszett azért a kocsira, tehát nyilván nem, de hogyha a műsorba belefér, meg jó lesz, azt a szerkesztők látják, hogy ki lehet belőle hozni valami történést, vagy érdekeset, vagy felháborító sztorit, akkor azt fizetik természetesen. Tehát nincs külön költség, sőt, mert biztos ezt is megkérdeznéd, hogy fizetnek-e érte, hogy ilyen műsorban vagy? Igen. Mi? Hát most tök lehet csak az a gondolat, hogy érted, leadod a kis rendelési listádat, és akkor tényleg az van, hogy mindenki rácsodálkozik, hogy nem maradsz, hogy languszta lesz. Jó, ez a túros csúszta is, de... És a bél szíhol van. Igen. Következő kérdés, tehát az összes gyermekét egyedül nevelő nő gyermeke verekszik? Jézus, nem! Nem! Próbáljátok kicsit árnyaltabban hallani azt, amit nem mondunk, szabad. Csak mondunk, hogy ez ok is lehet, akár érdemes megnézni, nem erről van szó. Nem, mert az a baj, hogy túlpörgeted, tehát hogy túl jókat mondta, az túl okos, túl nem biztos, sok, hogy jó, túl hát sok új gondolatot indít el. Jó, akkor legyen egy egyszerű választ. Kevesebb Dragonból, több Mici Mackó. Na, de akár ez is lehet. Feri, igazi alfás vagy, csak az volt ott, amikor autót vettél. Mit szeretsz benne? Az mi az, hogy igazi alfás? Hát, hogy valóban alfás vagy, vagy igen. Ott volt egy Volkswagen Passat, egy kettes Golf, meg egy Suzuki Swift, és azt mondtad, hogy ennek teteje sincs, kétüléses, és ez kell nekem, mert olcsó. Nem, másnap zárt a telep, és ez volt az utolsó. Igen, meg ezt már nem vitt el senki hosszú évek óta, igen. És akkor ezt ideadták fél. Mit jelent alfás közösséghez tartozni? Láttad de már az új, nem tudom milyen alfás. Láttam az új alfát, nagyon szép az új alfa. Én nem vagyok az alfás, aki jár találkozóra. Tehát, hogy ilyen formán ez nem. Hát mindenki csak elindul. Nem, oda szoktak érni. Például a kedvenced, a kis várad, a komáromi erőd, az azért tele szokott lenni alfásokkal, elég szépen, mondjuk tréleren hozzák őket. Tudjuk, ez a következő. És a trélerkának a város határában, mint a keselyük, tudod. Hogy itt kell hazavinni, úgyhogy ebből a szempontból nem, de nagyon szeretem a márkát, ez nekem már a harmadik egyébként. Tehát, hogy nekem ez nem az első alfám volt, már másfajta is. Nem a harmadik, csak jön le a dukkó folyamat. Az igaz, hogy az alfa nem egy márka, hanem egy jelző? Aha, igen. Onnan indul ki minden, látod? Na, azt mondja, hogy szóval igazi alfás vagy. Integetsz a többieknek? Persze, egymásra integetünk, igen? Így van. Az újabb, nem az újabb, azok már izé. Tehát aki megy ki a városból, az inta bejövőnek, hogy nyugodj meg, itt van szakszervis. Jaj, meg nekem már minden.
De hogy ti integettek. Integetünk, így van, vagy villantunk egymásra, de jobb az intés. Újja, szevasz, hello. Te is, én is, király. Neked is szar, nekem is szar. Nem, neked is jó, nekem is jó. És akkor a Komárom érődbe szoktatok találkozni. Szoktak ők, egyszer én is voltam, mondjuk a zenekarral fölléptünk ott, tehát voltam már így alfa találkozón, de én magam nem vagyok egy ilyen találkozóra járós. Legalább ott és nem a Rocky parkolóban, ahogy a BMW-sek. Na, tessék. Egész már. Hová a Porsche Cayenne és az X6-os és hová az Alfa. Hát azért ti ezt kulturáltabban nyomjátok. Rokkant parkolóban ritkában ugye? Fotoznak hát egyébként az Alfát, mint az mondjuk. Az Alfás rendes. Mint mondjuk nem tudom, BMW-t vagy Porsche terepjárót. Azt mondja, hogy FIFA rajongó, mit gondoltok? A FIFA 2000 bunda játékot kiadják? Hát ez egy jó kérdés. Ez de, egy jó kérdés. Én nagy FIFA-s voltam régen, most már kevesebbet játszom. Az nagy lenne, ha kiadna egyet a FIFA, nem? Hogy bundáz meg a meccseket. Simán, ezt szerintem elkapkodnak. Igen. Zsenyően. Engem nagyon idegesít, segítsetek, az emberek a moziban mindig zabálnak, egyszer és baromi hangos, hogy nyikorok a foguk alatt a kukorica, teljesen kizökkent a filmből, ti hogy vagytok ezzel? Ennek van egy nagyon egyszerű megoldása. Hogy nem jársz moziban. Nem, hogy kezdjél el te is enni. Jó. Tényleg, ugye, mert nem hallod. Tehát egyetlen megoldás van arra, ha idegesít a ropogtatás melletted, előtted, hogy elkezdesz te is ropogtatni. Ez az egyetlen dolog, ez ami kell, működik. Ez kell csinálni. Figyelj, vessetek meg érte, én elképzelhetetlenek tartom mozizást, ropogtatás nélkül. Tehát nekem kell hozzá. Tehát nekem a mozi élményhez hozzátartozik az is, hogy megyünk be a popcornnal, vagy megyünk be a tortilla chipszel, meg a mártogatókkal. Valahogy én azt élvezem, mondjuk otthon is ezt csinálom, de hogy nekem így hozzátartozik. Nagy vászon, nagy hang, nagy tortilla. Tehát, nagy tortilla. Igen, ha nem én fizetem. Tehát, hogy így, azért. A te fizeted, kis tortilla, kevés szósz. Kell hozzá, az hozzá tartozik. Úgyhogy nézzétek el, ha írjak előttetek. Mondjuk akkor legalább örüljetek neki, hogy láttok. Képzeljétek el ugyanezt, hogy még sokat eszik, de felül. És még én. Ja, nem is láttok, nem is hallgatok. És dobálja hátrafele az oldalas. És kérdezek állandóan, hogy milyen Isten ez már tényleg színes? Ezek beszélnek. A leszopogatott oldalas csont pedig fejem vág mindenkit maga mögöttet. Na, oda jár, olyan mozi és lenne, a fél akkor cuppok, hogy kijöjjön a fogak. Hogy szívja. Igen. Miért van az, hogyha előzni akarsz, akkor a kanyarba soha nem jön senki. A belátható egyenes mindig tele van autóval. Vagy ennek az ellenkezőség az, hogy egyenesen mész, nem előzöl, amikor viszont eldöntöd, hogy előzöl, pont akkor jön szembe valaki, megelőzöd, és utána 10 percig senki. És ez egy érdekes találkozás. Igen. De ez tényleg így van, hogy kanyarba senki, de rendes, hogy nem előzöl ki. Kiérsz az egyenesbe, már most érzed, hogy akkor most odalépsz neki, és erre mindenki szembe. Hát hogy? Hogy? Nem, megmagyarázhatatlan, tényleg. Jó, de akkor én is hagyd tegyek fel egy kérdést, ezt válaszoljatok meg. Megy előttetek el valaki viszonylag lassan. Megelőzitek, ő látja, hogy megelőzted, visszaelőz, és beáll ugyanarra a sebességre. Ami miatt te az előbb megelőzted. Lenni az első. Valószínűleg ez ennyiről szól. Ennek mi értelme van? Hát a sávváltásnál miről szól az, hogy sávat akarsz váltani, jön valaki a másik sávon, és begyorsít, hogy ne tudjál, majd végül megtörténik a sávváltás, te gyorsabban mész, de ő látott, hogy ő már visszalassít. Tehát valójában nem menj gyorsan, csak addig akar gyorsan menni, hogy te oda ne férje bele. Ne férje be, majd egy perc már elhagyod, mert visszalassít a saját tempójára. Hülyén érzi magát ilyenkor az ember, meg még egyszer megelőzött, tőle megint visszaáll ugyanarra a sebesség. Jó, akkor hagyjuk, te győztél. Balázs, miért vettél Land Rovert? Hülye vagy? Köszönöm. Jó a kérdés. Igen, Feri egy alfa hím. Feri, dobogóköre megállás nélkül tekertél nem. Fel? Nem. Megálltál cigizni. Meg. Akkor még, várjál csak, igen. Nem. Akkor már nem. Meg kellett állnom rágyújtani a rohadt. Nyáron volt olyan köröm, de az a Velencei tó körül. Ott megállsz, iszol egy fröccsöt valahol, kicsit eldohányzol, aztán mész tovább. Akkor már nem dohányoztam, amikor fölmentem, de nem bírtam megállás. Hát ez nagyon azért kemény, kiállva a nyerekből. És a 13-ból mész a dobogókőre? Aha, kimegyek hátul az északi vasúti összekötőn, Szentendrének az elején. Ott felteszed a hévre, honnan a sárga buszra? Nem, az visszafelé jön onnan már csak. Nem, Szentendre elején fölmész Pomász felé, és akkor ott föltekersz szépen. Szépen és lassan. A betyárja. Azért az egy komoly teljesítmény. Az vagány. Az jó, komoly, de menő is a túra. Majd elviszlek egyszer. Jó. De jössz kocsival. Ja, megyek mögötte, kiadom a kulacsot, néha belekapaszkodtasz, mint a túron, kicsit meghúzlak, szentkeresztik, felrántalak. És onnan már. Meg vagyunk, igen. Jani, ha jóképű lennél, akkor is zsugori lennél? Nézd, szerintem a kettő között igazából nincs összefüggés. Tehát, hogy szerintem igen. Szerintem igen. A feleség mindig azt szoktam mondani, hogy markáns vagyok. Nem akar megbántani. De mire mondja? A pénz használati módszereidre, vagy a kinézetedre?
Hát kérdezik, hogy ez csak egy szerep, vagy te tényleg ilyen vagy. De hát ez mármint milyen? Én nem zsugori vagyok, tudatos. Tudatos és hát ez a zsugori ideológia jön magára, igen. Nem tudatos zsugori vagyok. Jó, de menjünk elébe, akkor válaszolok egyéb ilyen jellegű kérdésekre, és mi leszek, ha nagy leszek? Ha nagy leszek, és megnövök, megkeresek minden olyan embert, aki ilyen SMS-eket ír nekem egyenként. Igen. Szóval, hogy te így magyarázod meg magadnak, hogy tudatos? Ezt az ideológiát még nem hallottam. Ez abszolút tudatosság. Abszolút tudatosság. Hát a mást igazából tényleg nem tudok. Én nem szeretek költekezni. Meg nekem belefér meg az, nem is akarsz. Most, és akkor nincs benned feszülés. Ennyi. Nem szeretsz, és nem is akarsz. Így van. Azt szoktam mindig mondani, hogy ez majd, inkább ezt a pénzt a gyerekre költöm. De aztán meggondolom magam. És tudatos lesz. Hogy 13 éves és még semmit nem költöttél rá. 13 éve ez az ideológia. Van ruhája is, kap enni. Majd ha kirepül. Nem elég. Hello. Én a felét se kaptam meg. Járja ki ő is azt, amit te. Menje még azon az úton. Én is se kaptam meg mindent. Ja, ez abszolút így van. Azt mondja, hogy Bali, hozzád egy kérdés, nem érezted, hogy a Gatalán döntője rólad szól, és ez nem biztos, hogy fel a szereplőkkel szemben? De abszolút így éreztem. De jól esett. Igen, de ez a szereplők kritikája. Nem, én nem akarom bántani a szereplőket. Majd de bántom én őket. Jó, hogy itt van. Nem szabad a kettőt külön nézni, hát műsor, ezt egybe kell nézni. Volt egy gag, amit itt elindítottunk, és a rádióban zártuk le. Kettő, hogy közben zajlott a döntő. De hát miért ne lehetne ezt egy kicsit feldobni? Azzal, hogy ott a műsorvezető még kicsit humorizál, ez se a szavazatokból, se a produkciók értékéből igazából nem vette, ráadásul a műsor egynegyedénél lekerült a sapka, és onnantól kezdve már kevesebb dolog történt. Meg ez a fajta interakció a két műsorvezető között, meg az, hogy a műsorvezetők egy kicsit szereplőké váltanak, ez a műsor formátumnak a sajátossága is. Tehát, hogy ez ilyen, ez így működik. Mert akkor bárki vezethette volna azt a műsort, és nem pedig a Bali meg a Dombi. Hogyha nem várták volna el, hogy legyenek ilyen gegek is benne. De, abszolút, igen. Nem érzitek zenei diszkriminációnak, hogy a hármasugrás beugrója mindig csak populáris zenéket tartalmaz? Hallgatnak titeket rockerek is. Erről beszélt? Ja, azt hittem, hogy az Aracki fanok küldték. Mert hogy beszéltünk róla, hogy Anna miatt be kéne rakni már egy pár Szécsi Pált, Aracki Lacit, Illés Tomegát. Rakjunk be rockzenét. Jó? Jó, legyen. Mit tudom én, Hollywoodot, Hooligans. Le Hollywoodot, örvényesnek hasonló. Egyébként tényleg lehetne. Mondd Anna, hello. Álljál nekem, mert hogy Anna miatt, de kinek, van köztünk egy év. Hát egész egyszerűen, Jani. Most ő mit mond? Most ez Anna miatt, de kéne tenni, be kellene tenni olyan zenét. Hát most úgy beszél, mint hogyha nem egy idősek. Nem akartam ezt behozni a adásba, de tényleg ez az egész csak arról szól, hogy nem mentem el a karácsonyi nap alatt egy kós koncertre. Komolyan. De láttalak, viszont titokba elmentél. Ott voltál a Zárai Vámosi. Láttalak. Igen, vittem virágot. Igen. Igen, ott voltál. Na most mire reflektálsz? Hát volt egy semmi hosszú, akkor nem vagy képben minden. Abszolút. Nem, hogy nem Arackit hallgat meg. Ja, hogy neked tegyünk be a hármasugrás beugrójába. Igen, Arackit, hogy egy idősek vagyunk a Janival, és mindig leöregez engem kvázi. Jó, ezért jöttem be. Tehát most bejöttél, hogy egy 3 nappal ezelőtti dolgot lereagálj. Nem. Szerintem ezt engedd el. Na, jó van. Oké. Gyerekek, miért van az, hogy 90-es táblánál a Suzuki-sok 50-nel elmennek az út közepén, vagy akár hogyha nagy sor van? Tuti, hogy Suzuki van előre egy hallgató, és nem lehet őket megelőzni, mert középen mennek, ebből van a baleset. Nem feltétlen biztos, hogy Suzuki-val van, inkább ez egyfajta mentalitás gondolkodás, egyfajta autótípusra jellemző. Igen, tehát ha sokszor sor van, és valaki elől töketlenkedik, akkor egy kisebb kategóriájú autó, ami egyébként nem baja valakinek, ilyen van, talán egy kicsit idősebb vezetővel, igen, egy régi Swift, egy Dacia Logan, tehát valahogy azt látod, hogy nekik megy ez kicsit nehezebben, de nem akarom a Swift-eseket bántani. Ne legyen itt most a rádió előtt 11 órakor egy Swift találkozó. Adjátok ki a Balázs, és szétünk két Swift közé kifeszítenek, és szétépnek. Halára dobálnának bólogatos vizslákkal. De tényleg így van, hogy van egy bizonyos sofőr típus, az ülést merőlegesen állító, kormányban nagyon kapaszkodó. 10 óra 10 perc kalap, vagy ugyanez a női kiadásban. Tehát általában, ha dugó van, és valaki a sor elején töketlenkedik, akkor ilyen autótípust lát ilyen sofőrrel, nem? Hogyha például mi tapasztalunk valamilyen jellegű vezetési stílust, akkor eleinte Móni mindig felhúzza magát, de amikor elmegyünk mellett és átnézünk, akkor Móni csak annyit mond, és így kifújja a levegőt. Bácsi? Elmorgol. Igen, ahogy egyébként a leállóságban. Más típusú autó megy a rokkant helyre, miről beszéltünk, ugye. Más típusú autó áll, tehát mindegyik
autószubkultúrának megvan a maga, hát hogy is mondjam, úthasználata, nem? A nagy jeepes nem indexel, és beáll olyan helyre, és úgy parkol, és miatt áll az 50-es villamos. Nagyon-nagyon sok kérdés van még egyébként. Jani, miből pótolod a húst, az izmaidat? Hát tojásból, porokból? Mit csinálsz? Olyan, túl sok izom nincsen rajtam, de ne, alapvetően mondjuk hüvelyesekből. Hüvelyesek. Igen, kívül, ez mit szól a feleséged a hüvelyesekhez? Ezen kívül ugye, mit tudom én, tejtermékekből, mert én a laktóból vegetáriánus vagyok, ez azt jelenti, hogy mondjuk tejtermékeket és ugye tojást is fogyasztok, meg rizsfehérjét. Tehát ugye úgy, általában úgy néz ki a napom, hogy általában egy kis fehérjét urmixszal zárom le, mert nem nagyon vacsorázok, hanem így sportolás után nyomok egy ilyen kis fehérjét urmixot, aztán jó van. Egy ismert forgalmazónak az egyik ilyen diétás termékét összekeverem egy másik ismert forgalmazó rizsfehérjével. Ezek mindig repülőjárdékok, mert magam sose vennél ilyet, mert rohadt drága. Meg nem adják oda ingyen. De ez egy kis kedvezmény van. Igen, van. Gyorsan még egy-két kérdés. Balázs, a következő műsorod nézhető lesz. Köszönöm szépen. Feri, te tényleg ennyire utálod az elmentes Gábor? Felvételről meghallgattam párat tegnap, és nagyon sokat nevettem. Hát azért van, hogy nagyon sokat nevessél. Nem utálom egyébként, nagyon szeretem. Csak nem a szeretem. Gábort, de a Gábort, maga, tehát az embert, a szemét nagyon szeretem. Néha nem értek vele egyet. Fogalmazzunk így inkább. Vagy sokszor, nem, általában nem értek vele egyet. Édesem, mi most egy életmód táborban csapatja. Számhábítanak, birkóznak, fogocskáznak, és nagyokat, nagy csikizős túrákat rendeznek. Igen. Ahol az előtted menő mindig megcsikizi az előtted. Igen. Fogják egymás kezét, és játszanak szakíts, ha bírsz, ha mersz, ha tudsz. Biztos vagyok benne, hogy ilyen játékokat élnek át. Jövő héten jön, és mesél nekünk az életmód táborban. Este pedig ki tud többet a Zószövetségről játékot játszanak. Igen. Anyád a logalmas, igen. Legyen ez a zárszó, köszönjük. Jó, majd jövő héten, és ez nagyon őszinte rovat. Őszinte, szeretjük egyébként, néha komolytalan kérdések, de bírjuk. Hármas ugrás, játszunk, vár is egy hallgatónk. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Jó, van, aki magára veszi. Mi vettünk Audit, képzeljétek, van benne index. Jó, ő mondjuk humorizál inkább, igen. De helyes, köszönjük szépen. Haló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, Péter, honnan hívtál minket? Badacsony. Badacsonyból. Mit csináltok ott itt télen? Hát élünk, így életvitelszerűen, de hát a borok azért ugye nyilván szeptemberben elkészültek, biztos, ami biztos alapon. Disznót vágunk, és ilyen apróságok. Az jól hangzik. Mi volt a mix, mit hallottunk? Kérlek szépen, volt benne egy Hooligan szám, a Justin Timberlake, és talán egy Jimmy Summer. Hát Hooligans az biztos, hogy nem volt, de a Jimmy Somerville az nagyon jó, és a Justin Timberlake is volt, és Hooligans is volt, bólogat a Feri, csak én nem látom kiírva itt, és ezért az próbáltam ellened menni. Az illúzió. Akkor volt benne Hooligans, ügyes volt. Elestél? Jaj, minden oké? Okay? Magadra látod az a fólia sátra? Legurultál a bazaltömbök mellett? Minden oké. Okay. Fura hangok vannak. Mit csinálsz éppen? Éppen ülök a szobába, kérlek szépen, és várom a kérdéseket feszülte. Igen, búcsom egyedül. Jó, milyenek a kérdések? Azt mondja, hogy nézem a kérdéseket, ebben a pillanatban mondom, és hát szerintem menni fog. Na nézzük. Itt van az első kérdés. Milyen hangszer a megszólaltatási módja alapján a brácsa? Hát vonós. Tényleg egy dedós kérdés volt. Mehetünk tovább? Nézzük. Melyik filmmel játszott együtt Demi Moore, Tom Cruise és Jack Nicholson? Így szól a második kérdés. Fúha. Rengeteg Jack Nicholson és Tom Cruise. Igen, és Demi Moore. Nagyon jó kis film. Nagyon jó film. Még Kevin Bacon is játszik benne. Így van. Hát, Kevin Bacon és John Shaw. Ez az egybecsületbeli új. És Harry Felsáll. Az így van. Kevin Bacon, John Shaw és Harry Felsáll. Tényleg, ne csináljuk. Így van, láttad ezt a filmet, vagy ez az internet segített? Az internet segített, kérlek. Baromi jó film. De gyors voltál legalább. Nagyon jó film. Megnézem akkor. A megrend szabályozásról szól, és a Guantanamo-i támaszponton kiképzett amerikai tengerészgyalogosokról. De szép lehet. Jó film, tényleg jó film. Menjünk tovább? Hát ugye egy tízes skálán, hetes fölött vagyunk a hármas kérdésnek a nehézségi fokában. Rettenetesen primitív kérdés. Igen, a most. Tehát, hogy annyira nem értem, hogy miért ez a harmadik, hogy ez valami. Menj tovább, mert ez. Nézzük. Annyira gyengék a kérdések, hogy írok most egy negyediket. Tényleg, hát ezért nem is értem, hogy ez hogy lehet harmadik kérdés. Így szól, melyik technikai sport egyik eszköze a snorkel? Micsoda? Snorkel. Mikor snorizol.
snorkel. Ez az a snorkel, ez egy búvárkodás? Így van. Snorizol ugye akkor, nem palackos merülést végzel végre, mert szádban van ez a pipa, és... Igen. Így van. Hát mert ti búvárkodok, ti tudjátok, de nem mindenki. Nekem amikor egy pár évvel ezelőtt még mondták volna, hogy snorkel, akkor mondtam volna, hogy nem, melyik a snor. Igen, nem kell, köszönöm. Néhány évvel ezelőtt még sármeséket se ismertett, tehát hogy... De, bekapérdjön valami. Várjál csak, nem az egri csillagokba volt? Na, megvan az ajándékcsoba, gratulálunk. Köszönöm szépen. Jó voltam. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nem volt nehéz, azért azt tegyük hozzá. Küldjük neked. Jó? Rendben van. Köszönöm szépen, tovább jó napot nektek. Hello. Ciao. Rohadtul nem voltak ezek a kérdések, jó? Ciao. Micsoda? Ja, valaki érte semmi. Nem, ezek nem voltak azok. Nem voltak, mindig csekkolom, hogy ne legyenek ugyanazok. Voltak. Na, itt a játék. Unalmasak voltak, hogy ezért érezted. Itt a játék vége. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3-10 lesz, 5 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-10 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Feri korán reggel egy nagyon fontos párkapcsolati problémát vázolt nekünk, miszerint béka horkol. Hát elkezdte. Ez a csodás asszony tönkretette az éjszakáimat. Tönkre, igen, és elmondta Feri, hogy éveken keresztül egy jól aludt, most viszont nem tudott aludni éjszaka, mert béka horkol. Mi pedig azonnal kollegiális magatartás tanúsítva, azonnal Feri segítségére siettünk, és elláttuk tippekkel, hogy mit csináljon békával Feri, hogy abba hagyja a horkolást. Egészen praktikus és kreatív dolgokat találtunk ki. Sok mindent lehet ránk mondani, de azt nem, hogy hiányzik belőlünk az empátia. Így van, bajtársiasság, ott van, azonnal ugrottatok, holnap este is próbálom az elsőt. Így van, holnapra behozom a csípőfogot, és el tudod távolítani majd azt az ormandulát. Ez volt az egyik témánk, mit tehet az ember, ha a párja horkol, valamint egy érdekes témánk is volt, mert hogy egy hátizsákos amerikai párt elkaptak a kannibálok Pápua Új-Guineán, megkínozták, megkötözték őket, és éppen hogy csak ki tudtak szabadulni. És hát megpróbáltuk elképzelni, hogy maga a túlszülejtés hogy zajlott, mi történhetett, valamint telefonált Éva, aki egy blogger, és élt a vantonok között, Pápua Új-Guineai népek között, járt, és ott mesélt nekünk egy-két érdekes dolgot, hogy kell ezt elképzelni valójában. Akik még szinte ősközösségi társadalommal élnek, és egyébként bankkártyát is elfogadnak. Így van, és Calvin Klein alsógatyát hordanak, mint ahogy kiderült egy fotóról. Na... Hát erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perc van pontosan 10 óra, hívjuk a naphallgatóját. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello. Minden oké? Okay? Volt egy kérdés még pár nappal ezelőtt, és ezt majd nem sokára felteszem neked, mert neked szól, csak a tigra már nem voltál itt, és csatlakozik a mai rovathoz. Jó. Az őszinte válaszokhoz. Há, ebben ennyi volt. Ebben ennyi volt, igen, nagyon jót írt. Miért nem mondták, hogy a folklór műsort köszönjük, nem kérjük? Írta nekünk egy hallgató, hát ő lett volna a nap hallgatója. Szóval, hogy én tudom, vagy sejtem a választ, de az volt a kérdés pár nappal ezelőtt hozzá, hogy mennyire visel meg, hogy a One Direction úgy néz ki, feloszlik. Hát, azt gondolom, hogy pont leszarom. Sejtettem, hogy ezt fogod mondani. Miért csak nem azt hoztad? De képzeljétek el, hogy ők most igazából nem feloszlanak, ők azt mondják, hogy szünetet tartanak. Ugye 5 évig dolgoztak, elkészítettek 5 lemezt, és akkor most szünetet tartanak. Igaz, hogy az egyik tag kivált, de mindenki csinál szóló albumot, tehát a rajongók azért nem maradnak a One Direction tagjai nélkül. És az 5. lemezükről ezt a Perfect című dalt szeretném nektek. Nekem egy búcsú lemez? Ó, köszönöm. Nem lehet tudni, ők azt mondják, hogy szünetet tartanak. Ők egy fiú zenekar, nem? De tudjuk, hogy Kaszatibi is csak Szabin van. Nem egy fiú zenekar, nem? Ők fiú zenekar. Ilyen fiúzenekar, nem? Fiúk igen, és énekelnek, és szerintem táncolnak. Viszont ebből a számcíből kiderül, hogy van önironiájuk. Perfect. Jó, de hát rólad szól. Ja. Sokan szeretik őket. Sokan szeretik őket, igen. Egyébként szerintem tehetséges énekesekről van szó. Hát de mit mondhatnám? Jó, de mit értesz, nálunk van. Hiszen nálunk szól, persze.
Mi a recept, Feri? Nagyon rövid idén a farsang. Azt biztos tudjátok, és ugye farsangkor van csak a bulizás, tehát ugye vízkeresztő hamvazó szerdáig, és a második időpont az mozgó a hamvazó szerda, tehát nagyon bele kell húzni a bulikba, és minden farsangi bálnak annak idején a legnagyobb ékessége volt a farsangi fánka, az úgynevezett szalagos fánk, amiről majd csomóan azt gondolják, hogy azt milyen marha nehéz megcsinálni, és tulajdonképpen kisé igazuk is van, de leírom rendesen, hogy hogy lehet rásütni ugye a kört a szélére, ezt a világosabb csíkot, attól hívják szalagos fánknak ugyanis a fánkot, nagymama lekvára meg ilyenek, kicsit dagasztós, kicsit kelesztős, tehát melós a meló, de gyönyörű, gyönyörű ételt lehet belőle készíteni. De szeretem, ugye, akkor még meleg, friss. Otthon áll egy csomó, én nem mondtam. Hát használtam, vagy elnyűjtem, el, nem olyan jó. Használtam! Tehát ami másnap reggel már nem olyan. Tehát a fánk az a klasszik, ami akkor ott kisül, és akkor ott úgy forró meg tudod enni, az jó. Kicsit másnap megszottja, olajos tesz, az már nem. Az se rossz, de frissebb. Hát is a farsanghoz felén, hogy jobban senki nem értett, egy pár évvel ezért nem tudjátok, nem tudom, hogy tudjátok-e, a hölgyvendégek megválasztották a farsang farkának. Ez ugye az utolsó három nap a farsang farka, a farsangi buliban én voltam valóban, de én már az elejétől. Csabi kámra, meg zenék? Hát a One Direction-t akkor ajánlom. Ja, tényleg. De jössze csapat építőre, Csabi? Én jövök, igen. Tényleg. De akkor neked az elejéről lúgás? Teljesítem mindenkinek a kívánságot, és aztán odaérek. Csabi, mindenképpen kell, hogy valaki támasztom majd a Rolit. A Rolit olyan fél hat körül nekidődjük az istálónak, hogy 11-ig elbeszélget vele, úgyhogy... Én a Garamival megyek, tehát én leviszem őt, és megpróbálom őt felkészíteni arra, mi várja őt. Garami jó, igen. A Janival nagyon jól fogják magukat érezni, mert nem esznek húst, és nem isznak alkoholt. Jani iszik azért egy keveset. Jól van, lent találkozunk, akkor mindenkinek szép hétvégét. Hétfő 6 órakor jövünk. Jó, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb